és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Én nagyon érdekes dolgot találtam, hogy azt gondolná az ember, hogy ugye csak az anyukák, az apukák, a gyerekek, a nők, a pedagógusok, a védőnők, az orvosok ünnepelnek bizonyos napokon, amikor ugye az egész világ, vagy az egész ország őket ünnepli, és a munkájuk előtt úgymond tiszteleg. De hogy van egy olyan szakma, aki szerintem kicsit azért az ő sorsuk sokkal inkább hányatott sorsnak mondható azért, talán nem is tudja sok ember, hogy miért megy valaki ilyen munkát elvégezni, de hogy ünneplik a börtönőröket, és a fegyőröket is. Hát vagy ők magukat, azért ez nem mindegy. Vagy ők ugye, magukat, tehát ha fegyőrök világnapja van, akkor most nem tudjuk, hogy mi ünnepeljük őket. Te ünnepled, Jani, a fegyőröket? Nem annyira. Szeptember 8-a. Gyerekek. Némiképp érintve vagyok a témában, de... A büntetés végrehajtási szervezet ilyenkor ünnepel. Na most nem úgy van, hogy ilyenkor, amikor ugye van mondjuk a védőnők vagy az orvosok napja, ugye amit ünnepünk, akkor szabad napot kapnak. Na most ilyenkor a fegyőrök is kapnak egy nap szabad napot, mert akkor a gyerekek itt elszabad. Magyarországon ma elszabadul a pokol, és ha hamarosan kapjuk a híreket, hogy Vácot kitörtek, négy ablakot, tűz van a Váci büntetés végrehajtási intézetben, és börtönlázadás van, nyilván az ember humorizál. De hogy ott ugye szabad nappal jár sokszor. Hát az orvosok is kivehetnek. Nyilván kapnak valamit, vagy éppen ők is most egy hatalmas csillagbörtön alakú tortát vágnak fel. Igen. Éppen ahogy mondjuk igen. A Mokkába is, és akkor így ünnepelnek. Igen. Hát vagy a Váci börtön alaprajzát megkapják marcipán tortában. Lehet, hogy többen amnestiát kapnak ilyenkor? A börtönőrök? Hát a börtönőrök adnak, tehát hogy legszebb, tehát hogy van, aki úgy kapja a legtöbbet, hogy közben adhat is, és akkor adnak esetleg valakinek. Tessék, fiúk, egy-egy reszelő. Így van. Marcipánból, a biztonság kedvéért. De ez például pont egy olyan foglalkozás, nem? Fura. Amire az ember azért hogy azt gondolja, hogy na ezt hogy. Uh-huh. Mert nyilván a büntetés végrehajtásnak azért nagyon sokfajta ágazata van, tehát itt nem csak a börtönőrökről van szó, ugye hát itt dolgoznak azért ugye, nevelők, a lelkészek, pszichológusok, tehát rengetegen dolgoznak tényleg egyébként, akik szintén kapcsolódnak magához a büntetés végrehajtáshoz. De a klasszik börtönőr, mint foglalkozás, vagy mint munka, azért az érdekes dolog, nem? Tehát néhány foglalkozásnál elgondolkozol, hogy na miért lesz valaki az, ami. És például a börtönőr azért az ilyen. Tehát abban a nyomasztó légkörből oda bemenni naponta élethalál uraként, lehet, hogy egyébként ez a vonzó, hogy azért ott sok börtönőről az ember azt gondolja, hogy élethalál urai is lehetnek, nyilván rajtuk átmenő információ és minden másnak köszönhetően. Ez egy fura munka, nem? A jobbítás szándéka van benned, hogy megváltoztatod a bűnös lelket, érted, és egy tiszta embert engedsz vissza a társadalomba. Igen. Én próbálom a jobb oldalát nézni, vagy a jobbikat, mert hogy te ugye azt mondtad, hogy az van benne, hogy összeszeded az információkat, meg mit tudom én, de lehet, hogy ez is benne van. És nem? Akkor ilyenkor jön a smasszernap, és akkor ilyenkor ilyen felnőttet vidánság, meg mulatozás. Persze, levegőbe lövöldözés, a szolgálati fegyverek. Fiam, minden más szakmának a napja az egy kicsit egy ilyen majális hangulatú, igaz, nem? Igen. Tehát akkor nekik is valami hasonlót kell rendezniük. És akkor a fegyencek azok csinálnak műsort? Figyelj, én már egy csomó filmben láttam olyat, hogy például, mit tudom én, van a fegyőröknek egy foci csapata, meg van mondjuk egy foci csapata az elítélteknek, a fogvatartottaknak, és akkor ezek ilyenkor összecsapnak egymással, meg mit tudom én. Mennyire csapnak össze azok? Hát igen, jogos. De hogy ilyenkor vannak ilyenek is? Vagy hagyják nyerni ilyenkor a fegyőröket? Egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen sportnap, amiben mindannyian részt vesznek? Közös fekvényomó bajnokság? Hát, ki a jobb a blogban? Ennek azért kicsi az esélye. De hát én nem tudom, tehát, hogy börtönőrnek elmenni, ezt szerinted azért, hogy jobbítsanak? Tehát ezt látod benne? Nyilván hivatás, megfizetnek, persze. Szépet akarnék keresni, tehát ha szép dolgot akarnék keresni benne, lehet, hogy nincs, majd most írjanak a börtönőrök, de akkor mondjuk ez egy ilyen lélekemelő dolog, hogy azt mondod, hogy bűnös lelkeket megmenteni, jobb belátásra bírni, és a társadalom rendes tagjává tenni. Ezen azt mondja, ez lehet a szép oldala. Hogy igazából miért mész? Hát valószínűleg azért, mert ugye egy rendes állás. Igen. Hát van az a híres pszichológus pszichiátere, ugye volt az a nagyon híres börtönkísérlet, az megvan, a Stanfordi börtönkísérlet. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, ahol ugye megnézték, hogy miért viselkednek a rabok úgy, ahogy, és miért viselkednek a börtönőrök úgy, ahogy, és sima hétköznapi embereket tettek be kísérleti jelleggel ebbe a vizsgálatba vagy kutatásba. És ugye tulajdonképpen arról szólt, hogy a börtönőrök is felvesznek egyfajta viselkedési mintát, és a rabok is felvesznek egyfajta viselkedési mintát. A kísérlet második napján lázadás tört ki egyébként a börtönben, és a kísérlet vége előtt le kellett állítani magát a kísérletet, mert hogy a börtönőrök annyira átvették a börtönőr szerepét, hogy elkezdték a rabokat verni, kínozni, a rabok felvették a rabok viselkedési mintáját. Civilek voltak, mindenki civilek volt. A rabok
rabokat például úgy csinálták meg, hogy végigmentek a rabosítási eljáráson. Tehát úgy lenyomatot vettek, lefotózták őket, hogy mire bekerülnek a kísérletbe, mint rabok, addigra abban a mentális állapotba kerüljenek. A börtönőröknek pedig elmondták, hogy nekik milyen dolgokat kell csinálni, de nem adtak igazából meg olyan instrukciókat, hogy ez vagy az a feladatod, aha, vagy idáig és odáig mehetsz el, semmit, csak hogy ti őrök vagytok. És előbb kellett lezni, nagyon hisz, híres kísérlet volt. És kiderült, hogy mindenki felveszi azt a fajta viselkedési formát, ami a szerepe. Elkezdték őket verni, kínozni, felébreszteni őket. Tehát döbbenetes volt, aztán le is kellett állítani ezt a nem kutatást. Nem lehet, hogy a film élményei alapján kezdett el úgy viselkedni, ahogy szerinte viselkednie kell egy őrnek, meg egy hogy hívjátnak, egy fogvatartottnak? Láttak egy csomó ilyen filmet, és akkor hát nyilván az őröknek így kell viselkedni, nyilván a raboknak meg így. És mivel nem láttak egyetlen musical sem a témában, ezért lett egy ilyen drámai forma. Maga, aki a kutatást végezte, ő volt a börtönigazgató, tehát magát is szerepbe helyezte. Egy nagyon okos pali, egyébként nagyon sok kutatása van, de ez egyik leghíresebb. És az őrök odáig eljutottak, hogy megvonták a WC használatot. Tehát elkezdték direkt terrorizálni egyébként, és mondták, ez egy kísérlet, de hogy mindenki hogy akkor is, elkezdte, tehát hogy a börtönőri ja, mondjuk munkában... ezeknek a személyisége, ezeknek az embereknek úgy látszik alkalmas volt rá, hogy felvegyék ezeket a szerepeket. Na jó, de nincsen benne ez a fajta késztetés, hogy hatalmaskodjon másokon. De mindenki, aki börtönőr lett, az hatalmaskodott, érted? És mindenki, aki rab lett, az alárendelt lett azonnal. Az a baj, hogy ez egy olyan sztereotípia, ami azt sugallja, hogy minden börtönőr ilyen. De hát ez nyilván nem igaz. Hatalmat kaptak a kezükbe. Hatalmat benne, kaptak, és uralkodhattak más emberek fölött. Ez nagyon-nagyon, ebből film is készült, ez egy nagyon híres kísérlet egyébként. Na mindegy, ebből kiindulva lehet, hogy a börtönőrben is lehet egy ilyen? Egyébként nem hiszem. Szerintem nem. Nem. Azért ott te élethalálúra vagy ebben, közben, ebben nem? Ez, hát többé-kevésbé, de szerintem ez kell egyfajta torzultság is jellemileg, tehát hogy valaki elkezd ilyen hatalmaskodni azok felett, az emberek felett, akik ki vannak szolgáltatva nekik. Szerintem az ő feladatuk, még alapvetően mondjuk egy normális, egészséges, hozzáállású börtönőr vagy fegyőr feladat az, hogy betartassa azokat a szabályokat, amiket az intézményben hoztak. Nem ők, hanem mások hoztak. Kérdés, hogy mennyire tudsz egy ilyen munkakörben valójában normális maradni, nem? Tehát azért, ahol ilyen emberekkel vagy te körülvéve, ott te tulajdonképpen milyen eszközökhöz nyúlhatsz, tehát a filmekben látod csak, hogy élethalálúrai információ, pénz, cigaretta, becsempész, adás, tehát hogy vagy ez valójában így történik, hát egy ilyen természetellenes közegben, mint egy börtön, hát mennyire tudsz kívülálló maradni, hát van egy a spektrumon, vagy nem tudom, hol a világ 10 legveszélyesebb börtöne. Nem szoktátok nézni? De. Kemény dolgok vannak? Hát figyelj, hát nem tudom, múltkor valami mexikói részt néztem meg, hogy mi van egy ilyen mexikói börtönben, ott a börtönőrök legalább annyira sárosak egyébként, mennek, dílerkednek, minden stb. Nyilván Magyarországon ez nem így van, még nyilván a börtönőrök nem ilyenek, de például ami ott zajlik Mexikóban, az egész egyszerűen elképesztő. A világ 10 legdurvább vagy legveszélyesebb börtönőr, az egyébként tényleg hihetetlen. De nyilván itt megvannak a határok Magyarországon, tehát ez itt nem így történik. Van egy börtönőrünk, tényleg? Na, meghallgatjuk. Péter, hello, jó reggelt kívánunk neked. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Hello, te még mindig ezt csinálod? Még mindig, igen. És ilyen szabadon, nyugodtan beszélhetsz, ebből neked semmi probléma nincs? Bizonyos részekről, ami a nyilvános reggelé tartozik, amit így az interneten el tudtok érni, arról én is beszélhetek, és van az a rész, ami... Amiről nem. A titokvédelmi. Jó, hát szóljál, hogyha olyat kérdezzünk, de akkor... Ne, csak csendben marad. Akkor igen, mondom, hogy erre nem válaszolhat. Miért lett egy börtönőr, hogy ez ide sodródtál, vagy ez egy tudatos dolog volt, és te ebben megtaláltad a szépséget? Hát a valóság az, hogy én nekem nem ez volt a fő szakmám. Ez muszáj szakma volt. Az előző szakmámban nem kaptunk annyi pénzt, hogy abból meg lehessen élni, és aztán választottuk ezt. De végül is mondhatni azt, hogy így hivatásos, nincs egy szép hivatás, csak megvannak ennek is az árnyoldalai. Mi a szépsége? Mi jelenti neked a szépséget ebben a munkában? Hát a szépsége számomra az belőle, hogy a társadalomtól megvonom a bűnöző lelkeknek egy nagy számát, és remélem az egy részét sikerül megtéríteni. Hát ez gyakorlatilag, hogy mit jelent, hogy mennyire sikerül. Na de hát akkor éppen van egy küldetés, tudod, hogy te megvonod a társadalomtól. Hát tulajdonképpen te már csak őrződőket, nem? Hát megvonni, megvonja az ítélet, maga a bíróság. Te úgy érted, hát, hogy nem engeded megszökni részben, mondjuk. Igen. Hát mennyire élethalál urai vagytok ti ott bent egyébként? Hát ott nem mi vagyunk az élethalál urai, minket inkább a kitűzött célnak vagyunk az urai, hogy úgymondán pesztrágosuk őket, jó útat érítsük őket, próbáljunk a hogy mondjam, buta emberekből egy kicsit értelmesebb embert faragni.
De mi odaadom neki a bűn és bűnhődést a Dosztojevszkitől, és mondja, olvasd el, mert én elolvastam, ez a Raskolnikov nagyon szimpatikus, ami keresztül megy. Kérdezem. Kikérdezem, vagy hát ez hogy kell beszélgettek velük? Hát gondolom azért ez nem feladat. Nem beszélgetünk velük, de az a baj, hogy többnyire, akik bekerülnek, egy kicsit értelmileg alacsonyabb szinten állnak szerintem, mint a társadalom egy része, és teljesen máshogy fogják fel. Úgy fogja fel, hogyha ő bűnözik, az úgy teljesen normális, mert meg kell élni valamiből. Most mondtam egy példát, érted, ilyen. Ez teljesen alapnak tartja. De nem érzik a súlyát néha. Egy-két ember nem érzi a súlyát annak, hogy mit csinál igazából. És így szemrebben is nézik, hogy ez teljesen normális. Olyankor, mert hogy mondtad, hogy a jobbító szándék is a céljaid között tartozik, illetve amik miatt mondjuk így szereted a szakmádat, vagy a hivatásod, olyankor te csalódott vagy, vagy az kudarcként éled meg, hogyha mondjuk egy ilyen többszörös visszaesővel találkozol? Igazából nem, mert amit én látok nap, mint nap, hogy például van egy ember, aki bejön a börtönbe mondjuk 5 évvel ezelőtt, és ha hiszitek, ha nem, van olyan ember, aki bekerül 17 évesen, és 40 évesen is még ott van. Kimegy, egy hónap eltelik, jön vissza. Az a baj, hogy olyan szinten nem azt mondom, hogy jó, hanem hozzá van szokva. Hozzászokik ahhoz, hogy az étel, ital megvan, az ellátás megvan. Igazából mi a problémája? Nincs neki problémája. Hát van, aki ugye a visszaéleskedés nincs meg, és ezért inkább újra bemegy. Télen, hát például, meleg vagy jó idő van, igen, nem találja meg helyet a normáljuk. A reintegráció az nem sikerül sokszor, igen. Fia, most erre nyilván nem válaszolsz, de megkérdezem, hogy azért ilyen cigarettacsempészés, bevitel, kivitel, azért ebben nyilván tudom, hogy azt mondod, hogy nem, de hogy ebben gondolom, megpróbálják azért belevonni a börtönőröket, és azért ott úgy értem az élethalál urait, hogy azért, ha te elviszel egy információt, egy doboz cigi, egy kis pénz, beadod, kiadod. Mondhatok erről valamit, vagy lehet erről beszélned? Hát részben igen. Hát az az első, hogy mikor egy friss kolléga felszerel a céghez, azonnal meg van kóstolva ilyen szempontból. Az mit, hogy néz ki egy ilyen klasszik bekóstolás? Hát elsőnek ugye megkérdezik, hogy vagy, jó vagy-e, hova valósi vagy, hogy, stb. Ezek már azok az alapinformációk, amit ugye már mi nem osztunk meg. Már alapból ez meg van tiltva. És akkor ők ugye egyből rákérdeznek, hova valósi maga, mit tudom én, stb. Mi próbálnak egy ilyen ember baráti kapcsolatot felépíteni, egy ilyen közelebbi kapcsolatot, és akkor már úgy esnek, úgy nem gondolsz rá, mert úgy nem nyomatikusítják benned, hogy mit szeretnének. Aztán eltelik egy pár hónap, ugyebár csak mint nap azért kezdtük, vagy egy idő után akkor elkezdik mondani, hogy jaj, törzsúr, főtörzsúr, legyen szíves, engedi nekem, hogy amonnan egy kis cigit hozzak, emény, és akkor megy a kis disznókodás egyből oda menni. Hát gondolom, aztán börtönőre várogatja, hogy belemegy, nem megy bele, jelenti, nem jelenti. Igen. Fenyegetni is szoktak? Engem speciál nem. Az akkor szokott fennállni, mikor valaki kicsit elveti a súlykot. Többnek érzi magát, mint ami. Szóval úgy, mink is igazából megvannak a saját szabályaink, megvannak nekik a saját szabályaik, mink a szabályokat szeretnénk betartatni mind a két oldalról. Én ugyanannyira vagyok nyomatékos ő iránta, hogy azt, van egy napi rendi program, ugyanúgy, mint annak a honvédségtől, hogy ekkor van takaró, ekkor van takarítás, stb. Van egy napi rendi pont. Ezt a 4 órai kelés, hogy hova rohannak, tehát, hogy ott... Amikor hallottam, hogy ébresztő 4:45, hogy ott hova kell sietni, miről maradok le. Hát nyilván ez is egy fegyelmezés. Már délben. De most nem azt mondom, hogy délben kelljenek, de így is baromi hosszú a nap. Hasatokra süt a nap. Kis csibé, ébresztő. Na de mondjuk egy 6 órai vagy egy fél 6-os kell, és hánykor van ébresztő? Ez börtöne válogatja. Többnyire olyan börtönök, akik munkáltatnak, vagy akiknél van munkafázis magán a börtönön belül, ott korán fel kell kelni. De van éjszakai műszak, nappali kőszak. De hány órakor? Tehát mondjuk, hogy tudjunk valami konkrétumot, mert nem sok van, hogy mikor 4 óra, 4:30, 5-kor kellnek? Hát van amelyik 4 óra, valamelyik 5 órás műszak. Változó. Vannak éjszakai műszakok is, vannak nappalos műszakok is. És akkor ilyen körbe mentek, hogy bekopogtok, hogy izért, hogy... 324-es, kész a kakaó. Ideje fel kell, munkába kell menni. Meleg a fiós. Megkérdezem, hogy hány kávéval kéri a kávét, és kiszervírozom reggel. Meg lehet ezt szokni, vagy ez mindig kicsit egy ilyen nyomasztó munka marad? Ki hogy fogja fel? Én röhögve végig dolgozom a napot. Igazából az a baj a többnyire, hogy az embernek a színvonalát egy kicsit lehúzza. Nehéz lerakni ezt a munkát ott. Már az embernek így az agyára rámásznak sok hülyeséget, sok alpári dolgot ott elhallgat, elvisel, látja, érzi. És mikor hazajön az ember, azért úgy párom is kérdezi sokszor, hogy mondjak valamit. És azt mondom inkább, hogy nem, köszönöm, hagyjuk. Uh-huh.
Engem maga nem tud megvesztegetni. Igen, csináltam a rakott krumplit, nem érdekel. Na menjünk, na menjünk sétálni, de előtte megbilincselök. Igen. És figyelj, mi történik a Smasszer napon? Tehát hogy ünneplitek ezt a börtönőrök napját? Hát ez inkább a... Mert hallgattam a rádióadásokat, ez inkább családi nap szokott lenni. Családi nap. Igazából külső helyszíneken a BV biztosít egy napot, amikor az egész család kimehet, megnézheti az ilyen technikai bemutatót, kutyás bemutatók, ilyen szabadtéri gyerekműsorok, ugrálóvár, ilyen főzőverseny. A rokonság lefújása, gázsmerővel. És a főmutatvány, a lovasrendőrök karlapozás. Hagyosomon kipróbálhatok bármit. Igen. Ott lesz a mama. Gyűlölt rokonok, gumivottal való megverése, igen, megkötözés, bilincselés. A hallgató írta, hogy fordított nap a börtönben. Igen. De jó volna, Isten. Az milyen jó. Igen. A tanár beül tanulni, te pedig kimész a táblához, igen. Hát nem egy egyszerű meló, nem egy egyszerű meló, de olvastuk, úgyhogy gondolunk rátok is. Azért egy-egy ilyen ünnepnap ez nektek is nyilván kijár, meglehetősen nyomasztó, nyomasztó lehet. Köszönjük szépen, hogy itt voltam. Igazán. Ciao, Péter. Köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok. Szia. Morning Show. A Klassz FM. Kínaiak kitalálták, hogy megtiltják a tibeti buddhista szerzeteseknek, hogy figyelj, mennyire felvilágosultak, hogy a kínai kormány engedélye nélkül reinkarnárolódjanak. Nagyon jó. Végre valaki ezt is szabályozza. Én azt hittem, hogy a jakvajas teját tiltják be, mert azt ugye lehet, hogy ne tegyél jakvajat a teába. Az a harsány igen. Színeket. Igen, igen, így a kis imazászlókat, érted, vagy az, hogy hívja, imamalókat, mert az marha hangos, az zavar. De a reinkarnációt megtiltják, ez gyönyörű gondolat. Azt mondja a vallási ügyekben illetékes kínai hivatal, ami már önmagában szép, hogy vallási ügyekben illetékes kínai hivatal, hogy fontos lépés, hogy intézményesítsék a reinkarnáció folyamatát. Vagyis tulajdonképpen nem születhetnek újjá, ha szeretnének akkor sem, az engedély nélkül, mert akkor viszont nagyon csúnya bünti lesz. Tehát magát a reinkarnációt ők nem tiltják, lehet újra születni, csak majd azt ők megmondják, hogy ki meg mikor és hova. Csak meghatározzák a kereteket. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk az adott hivatal, nyilván van egy ilyen Kínában egy ilyen reinkarnációs hivatal, vagy a reinkarnációs ügyek hivatala. Nem, ott csak osztály van, ugye van a vallásügyi hivatal. Ja, vallásügyi, és a vallásügyi, igen, a reinkarnációs osztály. És amikor mondjuk a reinkarnációs osztálynak a munkatársai kiveszik az éves szabadságukat, elmennek nyáron, egy kicsit ül, akkor lehet. Nem, akkor nem lehet. A reinkarnáció, igen, szabadság miatt szünetel. Ott akkor ott nincsen. Azt is meghatározzák egyébként, hogy kibe, mibe, melyik tartományba mehet. Ne, valószínűleg úgy, hogy kérelmet kell beadnod. Tehát te érzed, hogy eljött az időd, már vagy olyan állapotban, olyan szinten, hogy újra tudsz születni, vagy az mindig van, tehát mindenki újra szül, mindegy, hát ebben nem ez, ez egy hosszú beszélgetés, jó, lenne, ennek kinek mindegy. A meggyőződése szerint. Jó, igen. Tehát a tájékozatlanok kedvéért, az vagyok én, fogod a kis papírodat A4-esbe, és akkor leírod, hogy tisztelt reinkarnációs hivatal, alulírod tisztelt ügyintéző, Hölgyem, uram. Alulírod Csöngpó, engedélyét szeretném kérni, hogy a jövő májusban bekövetkezendő halálom után újjá szülessek, mint... És akkor szerintem ezért ezt meg kellene előzni egy másik levélnek, amiben előre jelzik, hogy lesz majd egy ilyen levél, amit te most írtál meg. Tehát, hogy azért, hogy jelzem, hogy koromnál fogva a közeljövőben számíthatok arra, hogy megtérek őseimhez, illetve a lelkem egy másik testbe száll át. Igen, csak azt nem értem, hogy büntetik őket. Tehát mi a büntetés? Visszazavarják az eredeti testbe. Vagy ha megteszed, megtalálunk? Nem hagyják hiszen meghalni. Ez akkor van, amikor ugye hát tulajdonképpen megtörténik maga a halál, és akkor ugye mondjuk, aki sokat meditált, az eldönteti, hogy milyenképpen, hogyan és miképpen születik újra. Akar-e még részt venni ebben a körforgásban? Hát, nem akar, mondom, kiszáll nem belőle. Meghalni. Visszajön segítőként, nem jön vissza, hova megy. Nem hagynak meghalni. Igen, és akkor amíg alá nem írod, hogy te nem reinkarnálodsz, vagy inkarnálodsz egy másik testben. Ha pedig úgy történt meg ez a reinkarnáció, hogy ugye elhunyt az eredeti a lélek előző teste, akkor fogalmazunk így, akkor ők majd megbüntetik az újat? Hát ezt kérdezem, hogy mivel büntetik? Az újszülöttet? Tehát mivel büntetik? Mert ugye azért azt néhány nagy vallási vezető Tibetben meg tudja mondani, hogy hova reinkarnálod. És megmondja a saját inkarnációját, és elmondja, hogy itt keressetek ilyen faluba, ilyen testi jelek alapján. Ezt ugye csinálják is.
hogy bizonyos vezetők megtalálják a saját mesterüket, és van egy ilyen folyamatos kiválasztás. Nincs, hogy az egyik találja meg a másikat, és évszázadokon keresztül ugye az egyikőjük mindig megtalálja a másikat. És aki meghal, a Dalai Láma, Pancsen Láma, hát ott az ugye egymást megtalálgatják. Ezek olyan érdekes történetek egyébként, hogy 3 éves gyereknek elviszik a cuccét, és a gyerek kiválasztja azt, amit ő előző életében használt, oda nyúl. Tehát ebből nagyon sok van. Na de itt most ezt hogy? Hát úgy, hogy csak tápszert kap cicit, nem? Itt most megszületik, és azt mondják, ejjj, hát itt vagy, és már kopog a hatóság, hogy tudják, hogy megérkezett? Látod ezt a csörgőt? Látod ezt a szép kis csörgőt? Milyen kis csillogó-villogó, milyen helyes kis hangja van, ahogy figyelsz. Na, ezt nem kapod meg, mert nem engedélyeztük a reinkarnációt. Tulajdonképpen az előnyét, ha nézed, már ha én kínai lennék, akkor ezt azért csinálnám, mert gyakorlatilag ezen túl bárkit bármiért le lehet csukni. Érted? Tehát, hogy nem kell különösebb magyarázat, azt mondod neki, hogy figyelj, csak emlékszem rád a múltból, te reinkarnál vagy inkarnálódtál, ezért aztán börtön, dutyi. Simán le tudsz bárkit csukni erre hivatkozva. Döbbenetesek a kínaiak. Döbbenetesek. Most valamikor olvastam, áprilisban megtiltották, hogy nem lehet időutazni. Nagyon azt mondják, hogy se moziban, se mozin kívül, se a filmvászon, se tévében, sehol nincs időutazás. Nincs. Nincs. Tehát ez elég egész egyszerűen nem létezik. Elég volt. Tehát csak a jelenben forgatott filmet tudsz, vagy igen, nincs időutazás. Igen. Nincs is kész. Aha, moziban, appelláta, nincs időutazás. Aztán tudom, most úgy nincs időutazás, hogy múltban nem nézhetsz filmet, vagy múltról szóló filmet, vagy nem forgathatsz, vagy nézhetsz olyan filmet, amiben szerepel az időutazás, és mondjuk a Visszajövőbe című filmet, ha megnézed, akkor 30 évig valami kínai munkatáborba kell majd menned. Tehát filmeket sem nézhetsz, és nem ábrándozhatsz közben. Nem élheted magad bele, hogy te is abban a korban élsz, abban a pillanatban, nem hiheted el a történetet. Kell egy ilyen távolságtartás? Igen, hát még ezt magukkal csinálják, de szegény tibetiek, képzeld a Dalai Lámát azért ezeket így. Nyilván ezek a hírek azért hozzá is eljutnak. De csak fáradtan legyint erre már szerintem. Hogy így? Igen. Majd szegényként ő is előbb-utóbb ugye meghal, hát akkor az is egy nagy kérdés, hogy akkor ott mi történik. Ő már megmondta, hogy hol keressék? Vagy ez csak közvetlenül halálod előtt? Hát azért mondta. Az nem így van, hogy keresetek a Spár mellett a Lidl-ben. A Buda őrség. Hát nem mondtad, hogy megmondja, nem. Hogy milyen hát azt a falu. A közvetlen környezetében néhány nagyon magas rangú lámának, aha, ő ezt elmondhatja, igen. Mit keresnek ott az állatok? Milyen láma? Ja, az a baj, hogy igen, hátrébb kell indítani ezt, igen, a beszélgetést. Nem lám. Nem én mondtam. Most ne engem csesszetek már le, gyerekek. Azt mondta, hogy ott van magas rangú láma, igen, van vele. És lesúnya a fülét és köp néhány? Igen, és amerre, köp arra kell elindulni. Nem, hát azért ott van néhány megint magas rangú ember ott körülötte. Ugye, és akkor nekik megmondhatja, én nem tudom, hogy ő most jelen pillanatban fog-e még újjászületni. De hogy vége a Dalai Láma intézményének teljesen egyértelműen, az egészen biztos. Na, most akkor megpróbálok kevésbé hülyének tűnni, de miért? Tehát, hogy miért van vége? Azért van vége, mert abban biztos vagyok, hogyha ő meghal. A vikunya védett állat lett fel. De itt lámák vannak. Azért, mert ha ő meghal, akkor a kínaiak egészen biztos, hogy vagy kitalálják azt, hogy megszüntetik magát az intézményt, amit nyilván a tibetiekben nem fognak tudni, mert ők viszik a Dalai Láma képét, iszonyatos áhítat van és óriási szeretet. Vagy pedig azt mondják, hogy majd mi választunk egy Dalai Lámát, aminek nyilván átmossák az anyát, elviszik 16 évig tanítják, ahogy egyébként megcsinálják ezt már, mert karmapából is kettő van. Az egyik Kínában tanul és kimosták az agyát, a másik ugye nem teszi be a lábát Tibetbe és Indiában él és járja a világot. És azt mondják, hogy a Dalai Láma nálunk született újra Pekingben, 16 évig majd mi tanítjuk. És milyen meglep a kommunista párt tagja. Igen, egyébként belép a kommunista pártba. Mi történik? 16 évesen megjelenik. Azt ugye, hát vagy visszaültetik Tibetbe, de szerintem nem ismerik bevinni, vagy azt mondják, hogy a kínai kormány küldte, a kínai állam, és akkor itt van a ti Dalai Lámátok, aki majd elmondja azt, hogy egyébként Tibet mindig is Kína része volt, és hát én vagyok az új Dalai Láma. A Dalai Láma ezt úgy tudja kivédeni, hogy vagy azt mondja most a híveinek, hogy én nem születek újra, és ne is nagyon keressetek. Szerintem ez egyébként egy várható lépés lenne. Vagy azt mondja, hogy újjászületek, de őt már a büdös életben nem fogja elismerni. Ezt meg tudja csinálni valaki, hogy újjászületek, vagy nem születek? Tehát, hogy ez hát ezen a szinten azért igen, az ilyen nagy fokú meditációs mesterek azért elég sok mindenről tudnak dönteni. Igen. Van egy olyan átadásvonal, amit ha megtanulsz, akkor azt is meg tudod csinálni, hogy tulajdonképpen olyan rezgéseid maradnak, hogy csak a fogad meg a hajad marad meg a halálod után, minden más az egyfajta ilyen energia. Neked a májad is megmarad egy az biztos, az tartósban. De ezek már elég titkos átadások. Nem, ez a láma ügyeze megfogott nagyon, mert ők is isznak szépen. Igen. Szóval a Dalai Láma halál azért nagyon érdekes dolog lesz, de szerintem ott van vége ennek a történetnek, Isten igazából. Mármint Tibetnek sajnos. Több ezer
éves kultúrára rányomod a pontot Dalai Lámaként. Hogy nem szülesz többet, ha ő úgy dönt, ugye? Hát ezért ez visszanézett. Nem ez az első a történelemben, olyan több ezer éves kultúra, okay, ami egykor virágzott, és aztán oké, okay, csak egy valaki... saját döntés, egy aha, kicsit érted? Tehát, hogyha ez a reinkarnációs igen, dolog működik, ezt ő maga határozza meg. Legrosszabb esetben vagy lesz két Dalai Láma. Aha, tehát az egyiket megtalálják egy valahol, meg... ha mondjuk Tibetben születik újjá, gyorsan megpróbálják kicsempészni, mert ez elég nehéz, vagy újjá születik Indiában, és lesz egy másik Dalai Láma, lesz a kínai Dalai Láma, a hivatalos Dalai aha, Láma, aki már jöhet, mehet, utazhat, ott lehet Kínában, és a kínaiak azt mondják, hogy na hát de higgyétek el, hogy mi megtaláltuk az igazit, és itt született újjá Kínában. De elviekben bárhol újjá született a világon, tehát például Tápia Györgyén is. De abszolút. A Tápia Györgyei Láma. Újszászon is egyébként, aha, vagy bárhol, tehát hogy megérkezhet. Aha. Megérkezhet oda tulajdonképpen. Igen. Zenei végzettségük van ezeknek a dalaiaknak? Hogy tudnak miért, elhárfázni? Ha nincs, akkor nem, akkor lenézem. Vannak dalaik. Igen, nem. Jézus Isten, hogy vannak-e dalai? Igen, azt hiszem, hogy van egy középfokú a doromból. Nem tudom, gyerekek, azért azon gondolkozunk, azt mondja valaki, hogy csak állat, azért, na tessék, csak állat. Jó, jön egy hülye kínai, és azt mondja, hogy Magyarországon is tudjuk, hogy titokban újjászülettek, ravaszak vagytok, csúnya dolgot csináltok, a kommunista párt ezt elítéli, de megengedjük, ha csak állat, tessék, mindenki mondhat hát, egy állatot. Az a baj, hogy én nagyon szeretnék valami nemes állat képében újjászületni, de szerintem én szurikáta leszek. Nem jó. Kidugom majd a kis fejemet a izébe, a lúgos, nézek riadta jobbra-balra állandóan. Jön a sas. Így van. De nem, hogy mi lesz, mi lennél? Tessék, ha mondjuk állat lehetsz. Mert úgy döntesz. Hiúz. Aha, hiúz egyértelműen. Tök magányos, jön, megy, egyedül van. Hát, na, és a kérdésem? Nagy a farka és hibája. Van kérdésem? Ember és állatgyűlölő, jön, megy, botorkál ott a sziklákon. Ennyi egy jól el van a párjával együtt, persze. Igen? Aha. Jönél, mennél ott a szikla, már még sziklamászti, sziklamászott. Így van. Nagyon nem bánt, vegetáriás. Kis fitos segével, érted? Kis apró farkába. De vadásznak rád, kilőnek, félelemben élsz, menekülsz, de nem tudom. De ne, itt lakik, akkor nem lövik meg nem vagyunk, ki. A hiúsz már nem lehet. Nem vagyunk sokan, megvédenek. Így van, vigyázzunk. Jó emberek. Azt nem tudom, hogy én mi lennék, azt viszont tudom, hogy ti legyetek önkedvesek Angus marhaként újjászületni, akkor én viszont megehetlek benneteket. Na tessék, te mi mondj egy állatot. Nincs jó, akar. Igazából minden állatok megvan a hátránya. Mi lennél? Állatnak születhetsz újjá, tessék. Egy nagy, gyönyörű elefánt akkor már. Elefánt lennél, orvadászok kilőnek. Na, nem jó. Akkor bálna. Nem, fogságban nem. Bálna, vadásznak a japok, egyszer csak ott úszkálsz, ott a gyerekeid, egyszer csak egy dárda belefúrodik a fejedbe. Fehér cápa. Fehér cápa, az óceán ura, nem vadásszák. Csúcsragadozó, neki igen, azt hiszem nem eszik meg az uszonyait se, a lökött kínai haverjaink. Az jó. Na, fehér cápa. Na, az jó lenne. Egészséges fókahús. Figyelj, és mi lenne, hogyha ha néha Feri, búvár. Hogyha mondjuk akkor picit csalódott lenne, hogyha egy másik fehér lennél, de mondjuk nem cápa, hanem azon vennéd észre magad, hogy egy kis egy pici, apró kis libácska vagy új kigyózsal a libaszal. És körbenézni, hogy én ismerem ezt a helyet. Valóban. Én ismerem ezt a helyet. És jönne a gégecső tömésre. És ismerem. Na most azt elárulom neked, hogy nem állt. Egyrészt nem, már, de hogy nem volt rossz dolog, mert mindig sört öntöttek bele a izébe, képzeld el. Sörre elitatták őket. Így van. Hát figyelj, isteni dolguk volt. Na mondom egyébként, hogy a hiúz test hossza 1 méter, további 15-25 cm tesz ki az állat farka. Tehát igen, értem én, hogy akkor... Hát... Értem én. Értem én, hogy... Szeretem, hogy így eltolódnak egy kicsit az arányok, lényegesebb részek fel. Mr. Big. És hát ki kell, hogy ábrándítsak, mert a párok csak párzási időszakban vannak együtt, január és április között. Egyébként szétválnak. Féltem. Magánzók. Picit féltem tőle, hogy ezt elmondod, ez is a terv része. De azt gondolom, hogy a lényeges pillanatokban, a fontos pillanatokban legyünk együtt, egyébként meg ne cseszegessük már egymást. Tehát január-április között kicsit belehúzol, majd áprilistól januári kicsit swingerezel, meg jössz, mész, meg kicsit bekostolsz mindenhova. Igen, felderítem a terepet. Jó az. A Katica se rossz, mert állítólag 40 percig van orgazmusa. A jó, persze, a malacnak, meg 90 percig, igen. Na, igen, meg ezek akkora kamuk. Meg bocsánat, tehát, hogy egy Katicának az orgazmusát, azt hogy mérik látod le? Vagy, az vagy milyen? Ja, hogy iszonyatosan izé. Szuszog, és a hátán pörög, vagy csapkod a szárnyaival. Ki akar a kis... Rákasztasz egy EKG gépet, és felmegy a pulzusa. Igen. Ez fehér cápa. Az állat magányos. Azt én nem szeretem. Azt nem, az nem. Azért nem, én nem vagy te. Állandó mozgásban van, azért ez se jellemző rán. Micsoda. Mostanában igen.
folyamatosan eszik. Mondjuk egyébként ez egy jó, hogy rossz, igen. Folyamatosan eszik. Tengeri madarak, cetfélék, fókák, delfinek, ez a táplálék. Delfin, az társas lény. Aha, várj, az, az intelligens, akkor nem lehetek én. Katica se jó, szomorú a történetek, körülbelül egy évig élnek. Ez mit jelent, valaki egyszer követett egy katicát? Az ez milyen, mikor fél évnél elveszített. Berepül egy ilyen, berepül a sust. A rohadt életbe. Hogy ment a katica mellett? A spárgát kötött a lábára, és nézte, hogy egy évig él. Hogy? Az miért van, hogy... Ne repülj, repülj! 10 éve tudod, minden harmadik óra elrepül. Azért az, hogy jössz rá, hogy egy évig él a katica? De az, hogy van, hogy egy csomó más állatfajról nem tudunk semmit, a katicáról meg ennyit. Tudjuk, hogy mennyire tart az orgazmusa. Érted? Tudjuk, hogy meddig repül. Mi van? Van-e valamilyen katica úgy intézet, vagy alosztály, vagy valami? Hát vagy nincs jó. Nincs jó. Figyelj. Valamilyen madár lennék, nagyon irigylem őket. Olyan fokú szabadság van bennük, az szerintem ragadó, jó. Az a sas mondjuk. Tessék? Sas. Mm-hmm. Az igen, az mondjuk menő. A sólyom azért egy emu. Figyelj, az emuk szerintem nagyon menő. Az a baj a sólymokkal, hogy ők mindig ülnek az autópályán, és bámulják az autókat valami fura perverzióból. Én legalábbis látom, ülnek ott az M3-ason, és fáradtan nézik a közlekedő autókat. Hát nem akarnék egész nap az M3-ason. A szántóföldön nézik szerintem a rágcsálókat. Nem, ülnek az autópálya mellett, és, és nézi az autópályát, szereti az autót, és ott látod, hogy üldögél. Hát azért ezt most... Azt nem akarnám. Hát. Minden nap megkérdezik, hogy önkecsege. Önkecsege. Ez egyébként jó állat lenne. Szóval galamb? Az a baj, hogy a galambot is levadásszák. Ki vadászza? Hát a sas például. Hát elég sokan. Mert gyakorlatilag egy zsákmány állat. Nem, nincs jó választás. Az legyen nagyon kemények a kínaiak. Én mondom, ez egy régebbi cikk egyébként, de döbbenet, ha ők ezt tényleg így gondolják, hogy mennyire kemény. Fogalmuk nincs. Nem? Kemény, bizony. Szegény tibetiek, hát ez leginkább nekik. Nekik nagy csapás. Teljes gáz. Viszont Feri, van még egy fehéres állat és vízi, és társas lény. A dugong. A tengeri tehén. Reggel estig legelhetnétek. Egyébként, de vegás, ne, az nem az én életem. Feje lefelé úszik, egész nap vízbe van. Megvagy. Nagy bajúsával. Nem okos állat egyébként. Nem, de vegás. Az nekem nem való. És irgalmatlan cölöp rimbálózik. Alatta. Igen. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:09 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feri, még nem láttam fehér cápát angusz marhát enni. Bár ezen a téren nem vagyok túl tájékozott, írja valaki. Hát, ez látszik is az SMS-edből, mondjuk a kettő dolgot nem kell összekeverni, mert a két kollégát szeretném angusz marhaként újra látni, úgyhogy én még nem haltam meg. Mert akkor ugye van értelme. Aztán, ha én meghalok, akkor legyek fehér cápa. Aha. De aztán azt kitaláltuk, hogy ne legyek, mert az magányos szegény. Igen. Jó, Feri. Én megfosatlak, öcsém. Flipfox. Igen. Írja valaki, hogy a Dalai Lámának mindenféleképpen vége, mert a Pancsen lámát eltüntették a kínaiak. Most ha valaki ez nem ért ehhez, akkor most ez így fura egyébként. Aha. Igen. A Pancsen nincs, akkor nincs Dala. Nincs Dala. Ezt mondtad, hogy nincs Pancsen, nincs Dala. Aha. Elvileg ez egyébként ebben van igazság. Tényleg, igen. Szegénykém. Nem, azóta se tudják, hogy hol van. Most két Pancsen láma van. Van egy az igazi, akiről nem tudják, hogy hol van, valószínűleg házi őrizetben, és van egy, amit a kínai kommunista párt megválasztott, hogy nem. Szeretettel köszöntöm az elvtárskör taggyűlésen, válaszunk Pancsen lámát. Ki vállalja? Én! Hát nagyjából. Nagyjából. Hát 93-ban, 4-ben nem tudom, valamikor választották meg hivatalosan. Igen. De hogy elvileg a tibetiek meg, hát nyilván a Dalai Láma is tudja, hogy ez nem az igazi. Aha. Tehát ők csak így válaszgatnak, tudod miért rossz a Dalai Lámának, hát mert őt is csak így fogják akkor megválasztani. Tehát az nem túl szerencsés. Morning Show. A Klassz FM. Feri elment, és Bubi tesztel. Ugyanis néhány nappal ezelőtt ugye elindult hosszú-hosszú tesztüzem után, gyerekek, végre. És azért legnagyobb örömömre tegnap elég sokat voltam a városban, láttam, hogy már kölcsönzik ezeket a bringákat, de ugye vége a tesztüzemnek, bárki fölpattalhat rá, és kikölcsönözheti Magyarországon is ezt a kis bérbringa rendszert, a Bubit, ami egyelőre úgy tűnik, hogy egészen jól működik. Amikor elkészült a Bubi első néhány prototípus, akkor az egyiket mi is kipróbálhattuk itt az udvarunkon, és meglehetősen nehézkes volt a jármű, ami nagyon stabil volt, meg nagyon masszív volt, de az egy
picit, megmondom őszintén, nehéz volt tekerni, és nem csak nekem, hanem bárki másnak is, aki kipróbálta. Azért egy elég, nyilván ez is szempont volt, amikor megtervezték, hogy minél nehezebben ellopható legyen, hogy eleve ugye nincsenek benne olyan alkatrészek, amik mondjuk kompatibilisek más biciklikkel, hát tehát ez valaki szétdobja, akkor nem fogja zavarni. Csak még egy bubit tudnak belőle összerakni, vagy esetleg eladják valami, hogy tudom én, valamilyen méhtelepnél, vagy ilyesmi. Nem könnyen lopható szerkezetről van szó, és most átalakították, mert hogy lecserélték egyébként a kerekeket is rajta, pontosan ebből a megfontolásból, hogy egy kicsit könnyebben kezelhető legyen. Most én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a Feri mennyire fog tudni vele úgymond boldogulni, vagy mennyire veszi észre majd a különbséget. Te mentél már velem? Igen, igen. És de picit, csak amikor itt volt benne nálunk, igen. A bringa? Igen, és mindig hátra néztem, hogy ül-e valaki a csomagtartón, de nem. Ja, mert hogy annyira nehéz volt. Nehéz bringa. De hát az egyébként nem baj, nem? Hogy országúton számít az igazán, vagy bent a városban is érzed? Igen, meg szerintem azért is volt fontos, hogy ilyen legyen, hogy strapabíró legyen, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy ezek télen-nyáron kint fognak állni. Ugye mindenféle ember fogja őket használni, ugyanúgy, mint a, mit tudom én, az 58 kilós, mint én, meg a 120 kilós, mint mondjuk, ja már nem, már csak 100, mint Feri. Hát a hátadra nem kapod, az biztos. Nem. Igen. Tehát ha valamit át kell ugrani, egy villamosint, vagy ilyen kis, nem tudom, fekvőrendőrt, ott nem kapod a hátadra. Elvében nem is ez a célja. Mondjuk ilyen csomagszállításra lehet használni? Tehát, hogy mit tudom én, elmegyek bevásárolni, fölpakolom hátulra, kis izére és kormányra, és akkor két persze, két százalat. Fölraksz egy rekesz sört, két profi tejet, egy kiló kenyeret, meg négy sós kiflit. Szóval arra is, tehát, hogyha hát beszélszettem, hogy akkor akarod. Használom, persze, akarom, így van. Persze, egy költöztetés azért nem nagyon vállalj vele, de hát nem tudom, hogy van ennek csomagtartója, ez a klasszikus értelme, csomagtartó, ez van rajta? Hát van szerintem egy olyan rész, amire lehet pakolni. Nézegettem azokat a bringákat, de az ott ülni, hátul nem ülni túl, nem. Tehát, nem hogy túl nagy. Szállítani egy másik embert szállítani nem lehet rajta. De azért gumipókokkal meg lehet oldani, hogy... Hát neked nem kell költöztető autó, ha bárhova mész majd valamikor jövőjén, lementek, nem tudom, Balatonra nyaralni, fölrakod a családot, két gumipókkal lekötözöd őket, és megvagy. Én kíváncsi vagyok, hogy mikor jelenek meg majd az internetes piactereken az első bubik. Alig használt bubik, 13 000 forintért a vaterány. Igen. Állítólag nem nagyon tényleg, amit te is mondtál, nem nagyon tudják őket szétszedni, de télálló, tolvajálló, tehát hogy ezeket úgy csinálták. Tényleg bevonják őket, vagy úgy télálló, hogy azért egy idő után behozzák őket? Ő a szakértő témának, és azt mondta, hogy télen-nyáron kint lesznek, tehát legalábbis így tervezik. És mondom, úgy vannak kilakítva különböző alkatrészek is, hogy például, hogyha mondjuk az ülésről beszélünk, vagy a kormányról beszélünk, ezeket nem lehet csak úgy kivenni belőle, mert belül egy ilyen damilos megoldással rögzítve van a fászhoz is. Tehát, hogy mozgatni lehet, a magasságot lehet állítani, viszont nem tudod belőle kiemelni, mert bent rögzítve van. Azért akik tervezték, azért azok jól ismerik a fővárost. Ja, azt akarod mondani, hogy majd ők fogják. Nem, ja, nem. Arra gondolok, hogy eszembe nem jutna az ülést külön lerögzíteni, de hogy itt tényleg erre is kellett gondolni, mert egy hétemből az összes bubiban nem lett volna ülés. Nem? Mert rájönnek, hogy az mozdítható, gyorsan letekerik és már viszik. Hát ez a rákfené például ezeknek az újabb rendszerű bringáknak, ahol mindenhol már ilyen gyors rögzítő rendszerek vannak, és nem a hagyományos anyás, stb., mert hogy ahhoz kellene egy villáskulcs. Egyébként meg ezekhez a gyorsan oldható rendszerekhez már annyi, hogy elfordítod, megpörgeted, és már viszed is a cuccot. Igen. Na, ezeken van súlykorlátozás? Hogy a Feri ráülhet? Szerintem ráülhet. Rá? Rá. Na most fogyott. Igen, fogyott. Vagy csak rollerezik majd bele. De akkor meg túlterelő az egyik pedált. Igen, és nagyon-nagyon az egyik irányba fog dőlni. Na, Feri elment egy kicsit tesztelni a bubit. Egyáltalán hogy tudja kikölcsönözni, ott van egy bankkártyával, mennyire érthető a rendszer, működik, nem működik. Itt van már velünk. Hello Feri, jó reggelt újra! Sziasztok, az Üllői út Ferenc körút keresztető. Juhász előtt, zene, butik, zene, híd. Igen, rendőri irányításon, csak ezt akartam mondani. Üllői Ferenc körút. Ne csináld. De már miattatok? Vagy... De, hát nem tudom, hogy tudják-e, hogy jöttünk. Már felkészültek szerintem mindenre, igen, lehet. Na. Ja, néhány válasz a kérdéseitekre. Igen, kint lesznek télen is, igen, állítható minden, a magasság is, és ráadásul olyan magas, ami még nekem is magas, pedig az ritka. Igen. Igen. Jól mondta a Feri, hogy az ülés az állítható rajta? Én most mondtam el, hogy az ülés az állítható picit rajta. Picit hangolódjatok már egymás, mert pont ezt mondta. Igen, pont ezt mondtam körülbelül egy másodperc. Feri, viszont ennél egy sokkal fontosabb kérdés, hogy az üléssel mi a helyzet. Igen, értek, marha jó, képzeljétek el, az ülés állítható. Nem hitted el. Jó, figyelj. Nem hitted el. Mindenkinek van az a stádium az életünk, amikor nyitott szemmel alszik, bocsássuk ezt meg. Kinek többször, kinek kevesebb. Kinek kevesebbszer, igen. Na, bankkártyával mész neki a kikölcsönzésnek, vagy hogy akarod? Azért kell bankkártyával menni, mert nem regisztráltam, tehát arra nem volt időnk. Egyébként még egy információ, hogy ennél a bubi pontnál, ahol mi vagyunk,
itt áll velünk Lóránt, aki egy hétig itt fog állni, és segít mindenkinek, akinek vannak kérdései. Lóránt, több ilyen ember is van a városban? Igen, elvileg az összes 76 gyűjtőállomáson. Mind a 76 gyűjtőállomáson állnak emberek, egy hétig ők kint lesznek. De őket kérték erre, vagy ők ilyen önkéntesen odaálltak most egy hétig? Ide állt, szegény, ide állt, azt, hogy addig se kell dolgozni benné. De ez nagyon, azért nagyon szép gesztus, nagyon szép gesztus. Itt állok a kölcsönzőpont előtt, két lehetőség van. Az egyik az, hogy ugye regisztráltál már, akkor csak oda kell érintened a MOL Bubi kártyádat a kerékpár hátulján található értékelőhöz. Ha még nem regisztráltál, mint én, akkor én bankkártyával fogok vásárolni. Megkérdezi, hogy új felhasználó vagyok-e. Igen, regisztrálnom kell, általános szerződési feltételeket el kell fogadjam. Itt mondom, ez egy monitor, ami érintő képernyős, tehát én csak megnyomom, hogy mit szeretnék, igen, elfogadtam, várjatok, regisztráció. Ja, lehet nyelvet választani, angolul, németül és magyarul beszél. Bár kiírja, hogy zárolni fog a bankkártyámon 25 000 forintos összeget, ezt akkor fogod visszakapni, ha visszaadtad. A következő képernyő háromféle jegyet tud venni, 24 órás 100 forint, 3 napos 100 forint, heti jegy 100 forint. Akkor ezt mondjuk nem értem, hogy mi a különbség. Az meglehetősen olcsónak tűnik, 100 forintos. Ahhoz... Lóránt, hol vagy? Lóránt elszaladt. Minden jegy 100 forint, van. Ja, minden jegy 100, akkor 7 naposat veszek ember. Hát vicces. De ez most gondolom ilyen bevezető ár, gondolom én, ugye, hogy ez így az első kikölcsönzőknek. Igen. Megkérdezi, hogy hány biciklit akarsz bérelni. Egyet, kettőt, hármat, miért? Laci, akarsz bringázni? Tesó, meghívlak egy bringázásra. Aranyosak lesztek, ahogy együtt bringázgatok itt. Igen, a városot. Szakadó esőben szegények. Tudunk úgy menni, hogy egymás mert kézen fogva. Ekkor kiírja, hogy a zárólandó összeg az 50 ezer forint. Tovább megyünk, ugyanez két bringát fogunk kölcsön, az egy hétig tud biciklizni. Figyelj, a zárolás az úgy van, hogy amikor ugye az ketyeg neked, és amikor leadod, akkor feloldja a zárolás? Nyilván így csinálják, nem? Valószínűleg egy hét múlva, tehát ahogy lejár a kölcsönzési idő, akkor fogja föloldani. Kéri a mobiltelefonszámomat, mi föl akar hívni a bicikli, vagy mi? Vagy a Vitézi Dávid, vagy hogy leszek? Beütöttem a számomat. Add meg a Janiét. Persze. De hülye vagyok. Az egyszerűség kedvéért. Na, kérem szépen, azt mondja, hogy elméletileg most e-mailt is adjam, kötelező az ingyen? Nem kötelező, jó? Akkor mit nyomok? Eddig nagyon egyszerűnek tűnik. E-mail címet kér, e-mail címet. Kész vagyok, kártyás fizetés bizonylattal. Azt mondja, hogy megnyomtam ezt is. Jegyvásárlás esetén a kerékpáron igen, záróljuk, a bérlés végén a jegyárát és a használati díjat a zárolt összegből levonjuk, és a fennmaradó összeget felszabadítjuk. Tehát a 25-ből fogja a 100 forintot. De mi van, valakinek nincs 25 ezer a bankkártyáján, akkor az nem is tudja kikölcsönözni? Az nem fog át. Nem mindenkinek van 25 vagy 50 ezer forint a bankkártyáján. Igen, az nem fog bubit, kérlek. Az nem tud bubit kölcsönözni. Aha. Gyere már, Lórán, bedugtam a bankkártyámat. Ja, PIN kódot kérlek. Aha. Igen. Feri, kérdezz már, hogy légy szíves a Lórántot, hogy a telefonszám megadására miért van szükség? A telefonszám megadására miért van szükség? Azzal azonosít, azt mondja. Aha, de hát hogyha a bankkártyával fizetsz, érted, ott van egy PIN kód, meg ott van ugye a bankkártyával felelet összes adat, hát hogyha bárhol máshol tudok fizetni egy bankkártyával anélkül, hogy megadnám a telefonszámomat, akkor itt miért kell? Nem tudom. Azt mondja, hogy utol tudjanak érni. Na, ja, kérlek, az jó, hogy tudjunk dumálni. Szerintem fizettem, és nem történik most semmi. Feri, azért ez még szegényként, ez nem egy egyszerű rendszer, de hogy ez még akkor nem megy olyan flottú, de valószínűleg mi bénázunk, tehát hogy nem, ezt mindenkinek meg kell ezzel barátkozni, ettől ez még nem rossz egyébként. Kapnom kellett egy SMS-t, azt mondja a Lórán. Igen? Uh-huh. Ja, és úgy, mint az utalásoknál, lehet, hogy azt az SMS-t kell felhasználnod, és azt kell beütnöd, az lehet. Igen, egyébként. Igen, megvan. Kérlek szépen, van egy tip SMS tranzakcióm, bocsánat. Tisztelt Móbújú ügyfelünk, telefonszáma, PIN kódja. Most mit csinálom? PIN kódja. Ja, bérlés. Köszönjük, hogy igénybe veszi a MOL Bubi. Felhasználói PIN kódját SMS-ben, igen, jó biciklizést kívánunk. Na, ez a PIN kód, ez a felhasználói PIN kód, ez olyan az, mint az a bankos átutalásnál, vagy az internetbankos átutalásnál. Igen. Kérlek szépen, ide jövünk a bringákhoz, és most mit csinálom? Lórán, kérlek, segíts rajta. Jöjj fel! Van. Kezdj el tekerni, Feri! Na, várjatok, mert még a bicikli nincs nálam, tehát a bicikli még zárolva van. Meg kell nyomjam a bicikli fenekén lévő OK gombot. Igen. Most már a telefonszám, a logikus
a telefonszámomat is, de azt, hogy 20-30-es, az be kell? Igen. Laci, ne vettem. Igen. Na most mi van? Hát figyelj, azért ne. Nem vagyunk. Aha, tehát akkor jó, oké. Okay. Hát mondtad, hogy nem vagytok ügyesek egyelőre. Ugorjunk egyet a téridő kontinúan, nézzük, mi lenne, ha eltelt mondjuk 10 perc. Az első benyomásunk az az egyébként így, hogy ha valaki először használja a Bubi szolgáltatást, akkor az kelljen már fel egy fél órával előbb azért. Hát, illetve Lórán ne menjen sehova. Sehova ne menjen. Figyeljetek, na. Az van, hogy most már van PIN-kódom. Levontak 50 000-et a kártyámról, és most kell beütnöm a telefonszámomat a Bringa hátuljára, amit nem enged tesó. Tehát 5 számot enged, a teljeset nem engedi. Éri, akkor csináld azt, mint 20 éve, vedd a hátadra, azt lopd el. Aha, csak Lórán, csak mondom, hogyha Feri tesóval fejezd be egy mondatot, előbb-utóbb verekedés lesz. Akkor már agresszív az óriás. Akkor már fájnék az 50 rúgó. Mondjuk én izabos lennék. Én izabos lennék, levennének 55 és nincs Bringa. Nem, mi bénázunk, nem. Meg lesz az. Igen? Ne szórakozzál, hogy hadd jegyünk. Na mondtam. Jó, hogy nem lesz. Én megveri. Most nem mondod, hogy elő, várjatok gyerekek, bekéri a Bringa a telefonszámodat. Igen? Ha nem vagy elég ügyes, akkor újra kezded az egészet. Majd leokézod, na most megint oké, igen. Biztonsági idő van, azt mondja. Egyelőre meg maradok vagyunk a kocsinál, de jó, tetszik a dolog. Én már gyalog félúton járok. Egyelőre hozom a saját rolleremet, és azzal megyek. Igen. Várjon, nem jött meg a vágyam, hogy átüljek. Aha. Meg vagyok. Na. Kerékpár nem elérhető. Na. Jó van, ügyes vagy. Jó, megyünk, várjál. Ez olyan, mint egy... Gyerekek, ne add föl, hát ott van 50 rúgó. Persze. Nehogy fölednek, most már kíváncsiak vagyunk. Most megint bekéri a telefonszámomat. Figyelj, ja, hülye vagyok, várjál. Mondjuk Feri, te utoljára számítógépet akkor láttál, mikor Commodore-osztál otthon. Sőt, akkor is ez a szomszéd fiúnak volt. 18. Hol tartasz közben? Mondd. Ne hátráljunk meg. Igen. Nem adom föl. Feri, kiveszem neked a Basic Alapok című könyvet Szabó Ervinből. Komolyan mondom, hallgassám, lopd el. Várok. Dobj el valamit Lóránt a ellenkező irányba, amikor odafordul az zaj felé, vidd el a biciklit. Vagy nyeld le. Nem bírod elvinni. Tép. Érted? Ja, ezt ne. Na, az rongálás. Vár, azt írja, hogy várjon. Igen, én várom, Lórán, én úgy várok, hogy így nagyon régen vártam valamire. Gyerekek, ezt most a vitézi hallja, ő már köti a kötelet magának, önti le magát benzinne. Picit félek, Feri, hogy ebből előállítás lesz. Félek, hogy egy Dávid, újabb polgári peres eljárás vár ránk. Kedves Dávid, higgy el, hogy teljesen korrektül csinálok mindent. Nagyon jó. Igazgató úr. Hol tartasz? Várjon, ezt írja a vitézi, hogy várjon. Inkasztónál. Remélem, újabb 50 000-et zárolnak. Hogy mondod, a tranzakció miatt azt mondja, hogy... Aha, ne törődj fel, már egy kilóba fáj, hogy 4 percet biciklizél élőadásra, ne törődj vele, engedd el. De nem, a biciklizés még nagyon messze. Na, a várjon elmúlt. Bérelhető. Kihúzhatom? Na. Gyerekek, van Bringa! Meg is vagy! De jó, és most zene! Mikerül! Elmegyek, kiszom egy kár. Nagyon jó. Egyet vettél ki, vagy kettőt? Hát ez csak egy volt, most bérelek a Lacinak. Ne, nincs abba annyi, Feri. Nem érdekes, majd megy utána gyalog. Hidd el, érzem én innen belülről, nincs ebbe ennyi. Jó az. Semmi gond. Laci nem szeret biciklizni. Nem, inkább próbáld ki, hogy milyen. Abba több van. Várjál már, most már nincs benne több öreg. Ezt ne haragudjál, 18-60-7-47, egészségesek, tessék látom, itt a már rádudált egy rendőrautó. 47. Jön a vitézi. Na kérlek szépen, meg vagyunk, be kell állítsak, te bukós isak, nem kell ehhez? Nem kötelező. Nem, az egy hosszú folyamat lenne, Feri. Jó, hát lassú, hát ne szórakozz. Na, ülj rá! Pumpáld fel! Rak rá láncot! Azt írja egy hallgató, hogy szúrd ki a kereket és menj onnan! Nem bántjuk. Aha. Nagyon jó. Na, hol tartasz? Kérlek, szépen beállítom az ülést a János által említett gyors hogy hívjákkal. Igen. A Laciét is kiszabadítottam, csak mondom. Na, nagyon jó. Nagyon jók vagyunk, hát, meg vagyunk a Bringával. Picit pörgősebb ez a megszólás, mint a Born Ultimátum, ugye? És kérde, én is nagyon izgulok. De váltós. Hány sebességet? 3, akkor maximál 1-es, 2-es, 3-as. Helyben. És világít azonnal?
azonnal világít. Jújjújjúj, egy kicsit vicces, hogy az eleje az nem megy. Na kérem szépen, itt a szomszédom, szevasz Attila, mész dolgozni? Hello. Na jó, figyelj, a mágat állott hozzátok már vissza. Add már vissza a kecskés DVD-imet, mert már annyira hiányzik. Igen? Várjál, forgalommal szembe fogunk menni. Nem nagyon baj. Könnyen, nagyon na. Könnyen tekerhető a bugi, azt kell mondjam, kettes fokozatban vagyok. Én nem érzek semmit, nagyon sokan mondták, hogy a bubi nehéz. Mármint a haladásból nem érzel semmit? A menet célből? De abból érzek, János, bármilyen hihetetlen. Az egyes fokozaton ott úgy tekett, mint az űrge, nagyon könnyű, a hegymenet, megnézem a hármasat, na, hát ezzel meg már sebességed is. Abból van. Mit lehet érezni tényleg, hogy mondják, hogy nagyon nehéz a gumi, amit ugye most cserélnek, vagy most fogják cserélni, tehát nem nehéz, de abszolút semmi. Használható. Ezek már az újak. Igen, ez már új gumis bubi, és ha kettes fokozatban azt ajánlják városban, azt tekered, akkor egy viszonylag szerintem ilyen ránézésre 13-15 km/h sebességgel tud kényelmesen mellette még beszélgetve is haladni. A Laci eltűnt, gyerekek, viszont. Hát ott hagytad. Ja, itt van, itt a Laci, és világít a Laci, de jó, a nekem világít a hátsóm. A világít a hátsóm. A egyetlen egy zavaró tényező van a számomra, hogy az elején... A forgalom szembe halad. Az igen, de az egyirányú utcában lehetséges, hogy az elején van egy csomagtartó kis kosárka, ami nem fordul a kormánnyal együtt, ezt meg kell szokni, mert ilyen vezetésben ez így egy kicsit... Hát, hogyha beleülteted a gyereket, akkor ő mindig abszolút szembe van a menetirányra, hogy ne forduljon el, hogy mindig előre nézzen, az jó. Na, a 87061-es bubiról most leszálltam, és megemelem kézzel. Hát ez egy régebbi típusú kerékpár súlya. Ma már fele ilyen súlyú bringát lehet venni normális áron. De tök jól lehet használni egyébként. A sebváltó az jól működik, fékek jól működnek, ugye kézifék van elől hátul, és megfogja azonnal, és ugye ahogy használom, ezt rögtön elkezd világítani. Na, jónak tűnik egyébként. Tehát maga a kölcsönzés azon az ember átmegy, akkor utána már ugye nyilván a bringázás az már egy egyszerűbb valószínűleg, dolog. Valószínűleg aki már látott közelről számítógépet, nem úgy, mint én, annak ez mondjuk fele annyi idő, tehát itt az adás környezetben lehet, hogy kicsit bénáztam. Nem, elsőre. Nem tart ez sokáig, és utána pedig ugye a bubi szemekébe kell betáplálnod az adataidat, a telefonszámodat, meg ezt a bizonyos PIN-kódot, és utána egy perc alatt kiengedi, azt tök rendesen kiengedte a dokkoló, tehát nem volt semmiféle olyan, hogy ráncigálni kellett volna. 2 perc az egész, 1 perc alatt beállítod magadnak, és már ringázod is a belvárosban. Mert ugye a bubi pontok azok a nagykörúton belüli részen vannak, tehát aki ott megy, én egyébként tegnap láttam turistákat, akik már ismerkedtek vele és vitték, úgyhogy tök jó. Gyerekek, jó, bubi, na, mi jó? Egy hétig a tiéd. Írja valaki, egy biciklizés közben is tilos telefonálni, valaki fel fog nyomni. Headsettel vagyok, jelentem, hogy 3000 forintos beruházást tettünk a Lacival a mai műsorért, mert nem volt nálunk headset. 53. Igen, ne felejtsd el. 3000 forintos beruházás volt, kitettem a karomat irányjelzek, mert elkanyarodtunk. És mit akarok mondani, tehát, hogy vettünk egy headsetet, úgyhogy én most... De nem tudom, headsetel lehet egyébként bringázni? Hogyne, hát persze. Hát headsetel nyugodtan, persze. Jó, persze. Akkor nyugodt vagyok. És ugrókötelezés elég hosszú. Jól van. Na, igen, ügyesek vagytok. Egy ilyen bandába tartozol ezzel. Uh-huh. Aha. A bubi banda. Jani, nem jött? Ne, nagyon jó, picit. Tényleg jó. Picit kevésbé kemény, mint mondjuk a Hells Angels, de hogy egyébként jó. Hát jó. Szimpatikus. Nem is ugyanaz a célkitűzés. Jó, Ferjet, írták a hallgatók, hogy azért, hogy így áll egy pálaszt a nagy riadalomra. Azt már megvittük előtte. Ja, most lenéztem a gumimra, megnéztem igen? A hátsó gumit, mert az ugye az van súlyosabban terhelve a 107 kilómban, már csak annyi vagyok, és abszolút nem lapos. Tök jó. 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 Mert ugye ott oda megy a nagyobb súly. Javítószett egyébként van ott, tehát hogyha esetleg valami baleset ér, akkor és nem tudod használni, akkor nincs. És mondjuk adott esetben üres a droszt, vagy nem tudom minek nevezzék ezt. A nem tud üres akkor... lenni, az folyamatosan töltik. Nincsen, mert nagyon sok bubi van töltére, kezei sokolom, nagyon sok bubi van fölrapva, tehát neked nem kell megjavítani a biciklidet, hanem veszelegyünk ki egy másikat. Plusz minden bubi intelligens, és akkor írja, hogy ő most vérelhető, vagy nem vérelhető. Azt írják, hogy ha leveszed a láncot, könnyebb tekerni. Ez mondjuk igaz, de az a negyedik fokozat. Ja, csak mondom, nem tudod levenni, mert teljesen zárt. Ja, nem tudod, na jó,
Oké, tehát hogy jól megy, egészen jól kikölcsönözhető, és flottul lehet vele menni. Jól van. Gyertek akkor vissza. Köszi, Feri, a befektetést. Ciao. Ne felejtsd el, mínusz 53. Ciao. Megérte. A hülyének is megéri, jó buli volt. Megsegíném, hogy az adás hülyéje. Na. Köszi. Hello. Egy-két SMS gyorsan, csak még írják a hallgatók. Hát sztrókot nem kapok. Robika, a kikölcsönzése. Igen. Aha. Azt mondja, hogy Jani, vajon a MOL Bubi vásárlása adnak szuper shop pontokat? Kérdezi Kova. Hát én erre kíváncsi lennék. Egyébként, mert akkor tehát megvan, hogy mivel hát jársz egész télen egyébként. Onnantól kezdve nekem ez már szimpatikusabb, vagy igen, még szimpatikusabb. Egyébként abban igaza van, az egyik SMS írónknak az egy irányú utcában csak akkor lehet adni kerékpárral, hogyha azt tábla jelzi, tehát nem lehet minden egy irányú. Nehogy valaki most akkor holnap írjon, hogy innen írok nektek, ahol intenzívre közfelé ötletem. Beperelek titeket, igen. Ha már ez a cég támogatja a Bubit, miért nem Bubi Ewingnak hívják? Bubi Ewing. Tomi, a kutas kérdezte ezt tőlünk. Feri, gondolja arra, nagyobb összegért zárolt, mint az alfa értéke. Szegény. Ezt pedig Ati küldte nekem. Olyan rohadékok hallgatok. Most kérlek. Biztonságban van a pénz, nem költheti el. Abszolút. Hát ez a legjobb. A legjobb, hogy ott van, igen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3.49 van egészen pontosan, egy jó kis pitbull. De egyébként még a témánkhoz is illik, nem? Pitbull. És ja, igen. Abszolút. Tehát a Bubiról beszéltünk. Hát. Szegény Feri lassan visszaér, de hogy nem sokára szegényként megázik, reméljük, még nem, már nem teker. Mert hogy... Hát majd a bal kezében maga fölé tartja a Lacit. ez is igaz, felkapja, igen. Szóval, hogy ez az eső, amit így ígérgetnek, ez szépen lassan kezd ideérni, és hát nem is túl kecsegtető a kilátás, abból a szempontból, hogy egészen jövő hétfőig ilyen időt mondanak. Nem túl jó. Pedig még ilyenkor szeptemberben ez az indián nyár, október közepéig, ez a 24 fok tiszta idő, hát ez még azért sokszor volt, ez hát, is eltűnt. Igen, csak hát beszélünk erről már, meg beszéltük is róla sokszor, hogy gyakorlatilag két évszakra redukálódik le lassan egy év. Lesz egy tavaszunk, meg lesz egy őszünk. Kész, igen. A nyár az nem volt idén, ugye? Vagy ahogy szokták mondani, szerdára esett a tél, meg igazi havazás, nem tudom mióta nem volt. Két éve talán az a nagy március 15-ei, de egyébként... Csoda, igen. Testen a gyerek már föl tud úgy nőni, hogy nem nagyon lát havat. Állandóan esik, csoda, hogy van időd vágni a tujákat. Most mi bajod a tuja? A tujavágásomban. Nem fogja elhinni senki. Két megszólás között zene, pitbull szól. Én itt molyolgatok a kis laptopommal, nézegetem, hogy mi van az SMS falon, jelölgetem a közlekedést, és ezt hallom a háttérből. Figyelj, nekiálltam akkor a meccseli a tujákat, hallod? Most azért ez egy komoly meló, hát hogy tök, de azért tök jó, hogy így ott hagytatok meg minden, de a figyelj, ez egy komoly meló, nem biztos, hogy meg fogom tudni csinálni. Meg hallod? Egyébként is tökre szeretem azt, hogy egy kicsit ilyen kis fenyőfaszerűek, tehát akkor a felül egy kis keskenyebb, hegyesebb, alul pedig egy cél is, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Szóval, hogy Balázs tujákat vág otthon, kertészkedik, molyolgat, gerebjézget, vág meg. Van egy arcom, amit mindenki gondol, hogy én milyen vagyok, és az igazi énem sokszor annyira különbözik ettől, senki nem gondolná, hogy tegnap egyébként egy órán keresztül egy két méteres ollóval, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen hosszú pózna, a pózna végén van egy ilyen metszőolló, amit egy zsinóra húzott. Totál klasszik, zsinóra húzott, egy órán keresztül metszettem a tujáimat. Nekem a tujáim a legfontosabbak. És mert van 400 darab, ez egy viszonylag hosszú távú projekt. Annyi melót teszek bele, figyelj, rájöttem, hogy meglehetősen zaklatott azért a mi életünk sok szempontból. A kertészkedés, a tujanyírás, az maga a zen. Én beszélek hozzájuk. Simogatom őket, metszegetem őket. Most azért fölhívtam a Lacit, hogy kicsit segítsen, mert egyedül maradtam ezzel, és egy óra után nem jutottam még sehova. Figyelj, engem ez nagyon érdekel. Megtanultam már az egyszikűeket, kétszikűeket, mikor kell permetezni, mikor lehet metszeni, mi baja van a babérnak, ránézek. A babérnak. Szó, a babér. Nálam ott jobb oldalta, hogy bejössz a házból, van egy ilyen babér sövény. Ja, igen, mondtad, hogy imádjátok a krumpli főzeléket. Igen, Viki mindig kimegy, kicsit belemetsz a babérba, és az beteszi a borsok házi közelébe. Házi babér nélkül nem is krumpli főzelék. A kertészkedés maga a zen. Az maga a pillanatnak élés. Amikor nincs más, csak te és a cseresznyefád. És így igyekszel ilyen állatformákat is kialakítani, mondjuk a Benny kedvéért, meg mondjuk azért, hogy egyedül legyen a kert ezekből a tujákból, meg bokrokból, mint a ragyogásban Jack Nicholson a Panorama Hotel előtt. Mert tudod, annak is mi lett a vége. Szörnyű vége lett, igen. Figyelj,
A múltkor tudod, hogy kétségbe estem, az egyiket megtámadta egy rozsdatka? 3 hétig küzdöttünk az életért. 3 hétig. A rozsdatkának. Ez az. Nem, nincs szívfag. Nem akarlak elveszíteni, ne indulj el a fény felé, mentsük meg a kis atkát. 3 héten keresztül küzdöttem a tujáért, az én kis tujámért, és sikerült megmenteni. És minden nap kiszállok a kocsiból, oda megyek, megsimogatom, és megkérdezem, hogy van. És aztán szerinted mondták, hogy ez gyárilag rozsdaszínű. Igen, és mondták, nem Balázs, ez egy ritka kaliforniai barna tuja. Ennek semmi baj, de most már végveszélyben. Nem, ebből látszik, hogy öregszem, de ezt az oldalamat nem is baj, hogy nem ismerik. Ez egy teljesen más Balázs, mint amit gondolnak rólam. Ahogy ott mászkálsz egy kis kezes lábasodba, elől hatalmas zsebbel. Nyilván teljesen mesztelenül, egy női tangabugyiban metszem a tujákat. Nem, hát kezes lábasom nincsen se, gumicsizmám, bár van gumicsizmám azért, ha nagy eső van. De hogy ez a kertészkedés, ez egyre jobban érdekel. Nem tudsz már olyan fát vagy virágot a kertben, amiről ne tudnám, hogy mi az, mikor virágzik, mi a neve. Komolyan. Ennyi. Hazamész, szépen átöltözöl a kis kerti cuccodba, felteszed a hajhálódat, aztán pedig hátramész a fészerhez. A kis... Én nem láttam még ilyen szerkezetet. Aki kitalálta, a zseni volt. 2,5 méter magas, és zsinórral vágsz. És a legnagyobb tuját is meg tudod vele metszeni. Mert ezek már ilyen nagyon-nagyon szépek. Úgy vettük, hogy olyan magasak voltak, mint én. 3,5 méter magasak lettek, és kiterebélyesedtek, gyönyörűek. De akkor nem tudtad használni a meccólót. Most tanultam meg. Akkor mindig le kellett fektetni. És oda megyek, és ilyen törzse van már. Brutális. Széles. Hát most mutatom nagy, neked, nagy igen. Törzs, nekem mutatta, én láttam, higgyétek el. Nagyon széles. Hello, Feri. Hello. Na, mi van? Jani elkapott egy telefonbeszélgetést, hogy meccettem a tujákat, arról beszéltünk. Beszélgetett éppen egy szakemberrel arról, hogy ez egy viszonylag komoly összetett és bonyolult feladat, nem biztos, hogy egyedül meg fogja tudni csinálni. De hűséges, három-négy órán keresztül meccettem a tujáimat. Így van. Maga. És még élnek? Hát néhány küszködnek, rendben. Mint a krumpli, hogy a lényeg a föld alatt. Nem akarom, ez az oldalam csak az én titkom lehet. Erről nem is mesélek többet adásban. Amikor kertészkedem, ott egy másik Balázsban. Ne is árul el. Gyönyörű. Na mi van? Az új Bálint mi bubisták másképp látjuk a világot, mínusz mint ti aljasok, akik nem a városi közösségi közlekedés ezen formáját választjátok, mert a bubi zöld, a bubi barátságos, a bubi jó. Tudtam, Atya úristen. Te szeretlek tenni, hogy így jár az agyat. A bubi Ewing, igen. A bubi Ewing. Na, de akkor mentél vele, jó, lehet vele menni. Mentem, igen. Abszolút teljesen jól lehet kezelni a történetet, ha nem olyan béna valaki, mint én. Na, számítógépes akkor... alapismeretek egyes, de megküzd, ezzel mindenki megküzd az elején, hát nem ismered a rendszert. Azt nem tudom, hogy tényleg mondjuk bankkártya nélkül, vagy ha valaki csak KP-vel akar. Akkor nem tudsz. Tehát ennek ez a lényeg, mert a KP-vel el tud lopni, persze. Így van, úgy tudsz ugye, hogy regisztráltál. Tehát két verzió, vagy a bankkártyás telefonos, amit mi csináltunk most, vagy pedig a regisztrálós. De legyen egyfajta kontroll, persze, hogy kinél van a bringa. Teljesen kényelmesre be lehet állítani, ami... ugye érdekes, mert most elmondtuk, hogy 100 forintért bérelünk egy hétre, ez igaz, de az első fél óra ingyenes, erre érdemes odafigyelni, pont azért van, hogy utána fél óránként 500 forint, és az már úgy nem kevés, ha mondjuk elviszed 2 órára, ugye akkor az 2000, hogy tedd le a bubit. Tehát ha én itt mondjuk felszállok, bemegyek megnézni a parlamentet turistaként, akkor bedokkolom. És hát akkor pont ez a lényeg, hogy ne vidd el magaddal egész napra, mert konkrétan a terminálok üresek lennének. Tehát ugye töltik őket, de hogy azért ezt add le, ne legyen nálad 100 forintért egész nap, mert az nem túl jó biznisz. Ez hát okos. Neked igen, de a cégnek nem, úgyhogy ez okos. És akkor a kialakítás is rendben van, mert például mondtad is, hogy nem volt lapos a hátsó gumi, ami öröm, főleg egy tömör kerekű biciklinél. Hát de mit tudom én, hogy érted? Nem, most már nem annyira tömör. De most már mióta kiszúrta, tudod, hogy tömör. Bosszúból kiszúrta, megpróbálta kiszúrni. És még mindig nem lesz le, és még mindig nem. Kulcsal már ott fűrészeltem. De jó. De nagyon jó, tehát kényelmesen beállítható, azt szerintem fontos egy bringánál. Na most a Laci ezt elfelejtette, ezt a részt, gyerekek, mint majom a köszörűkövön, kellett volna fotózzak, mert ő ugye a teljesen lentre eresztett üléssel használta, ami szerintem egy 8 éves gyerek mérete körülbelül, úgyhogy Laci a nyakában pedálozott, de ő is tudott vele haladni. Úgyhogy teljesen kényelmes a 2-es fokozat. Ilyen a városban, no. Arra, hogy A-ból B-be elmenjél. Jó van, megnéztük ezt is. Teljesen rendben van, és akkor ugye 50 rugó, akkor fejenként azért azt egy hét alatt meg lehet forgatni. Tényleg, ja, az a lóvén? Igen, az nekem már jött az SMS, ez nálunk landolt. De tényleg, hát sokszor 50 azért azt közben megpörgetik? Ez csak 20, egy biciklire 25, tehát én 2-t véreltem, hogy igen, a Lacival tudjak jönni. Meg azt csak zárolják, tehát az még nem, így van. Tehát azt csak leveszik, elteszik, de azt visszateszik, az nem jut el hozzájuk. Abból mondják,
a bérleti díjat, tehát amennyit használod, abból levonják, és a többit visszarakják a kártyára. Igen. Nagyon jó. Morning Show! Zajlik a reggel. Elég szépen. Megvan? Megcsináltad? Mit csináltál? Mézeztél kicsit? Ettem egy kicsit a mézemből. De érezd rosszul magad. Látni kéne, hogy itt közben közlekedés, addig itt mi zajlik. Tehát itt, vagy kézkrémezés, vagy mézevés. A mézcsempészéstől kezdve a pakolásig, a kávékevés, minden folyamatos élet van itt a stúdióban. Tehát itt nincs csak úgy üldögés, ami nem baj. Tehát ez a jó. Erről szól mindenki reggele. Itt folyamatos tevékenykedés van. Elkezdett kaparni a torkom, és ilyen száraz, kaparos érzés van benne, és most hallgattam egyébként, pont a hírblokkban volt benne, hogy az allergiások most figyeljenek oda, mert hogy előjöhet ilyen formában is. Tehát nem feltétlenül, mit tudom, hogy orrfolyással, trüsszögéssel, hanem ez a torokkaparás. És na, most nekem pont ez, elkezdtem ellene harcolni rettenetesen. És az mi van, hogy az eső állítok elveli a pollent? Tehát az off. Én még hétfőn vettem levegőt. Ja, ez még a hétfő. De tényleg. Úgyhogy most rettenetesen küzdök ellen, hogy ne úgy gond legyen vasárnap. Futás közben. Nehogy kaparjon. Igen, nekem egyébként ez egy évek óta visszatérő problémám, ugye mindig ilyenkor szokott lenni, hát most már másképp hívják a Budapest Félmaratont, mert más a főszponzor, de hogy évről évre mindig abban az időszakban van, amikor ez az allergiás szezon. És az engem rettenetesen meg tud kínozni. Tegyék át! Most petíciót nyújtok be, hogyha jövőre azt vagy akarják, nekem legyen egy futam májusban, nem? Vagy egy oxigén maszkal szusz végig. Nehéz, megnehezíti az embernek a dolgát. Vegyél be egy kis olyat, ami blokkolja ilyenkor a túlműködő immunrendszeredet, és arra pár napra az segít. Nem kell azt folyamatosan szedni. Van ilyen készítmény, ilyen allergia ellenes cucc. Nem abban, túl jó, van tészta, ami van benne, de hogy egy időre segíthet. Abban bízok, hogy kinövöm. Hát fél fejlődő szervezet érteli. 10 évesen az még egy jó magyarázat arra, hogy nem baj, majd belenő a gyerek, meg majd kinövi, meg kicsit még túrja az orrát, és hát még utána apukára pöcköli, majd kinövi. Nézd. Ez így lassan 50 felé azért, de ez nagyon szép hozzáállás. Ez szép hozzáállás. Aha. Majd. Figyelj, majd olyan jó lett volna. Tehát, hogy nagyon szerencsés ember vagyok, egy gyönyörű szép lányom van, de hogyha például fiú lett volna, akkor tök jó meg tudtuk volna csinálni, hogy eleinte ő hordja azokat a cuccokat, amiket én már nem hordok, akkor szépen lassan belenő, aztán még én hordom azokat, amiket ő kinő. Megkapod a lányod ruháid. Rózsaszín fősővel sincs semmi baj. Jaj, persze. Egy kis ilyen. Na gyerekek, egy újabb érdekes kutatás, ez most nem angol kutatás, hanem egy 2012-es michigani tanulmány, ami arról szól, hogy olyanná válsz, amilyen a te szobatársad. Hogyha az ember kollégiumban lakik, vagy esetleg akár párkapcsolatban is él, de most hagyatkozunk inkább a koleszos szobatársra. Igen, akkor nekem is 3 hetet ki kéne nyomni a bűzmirigyemet, ha olyanná válnék, mint a szobatársam. Igen, és itt ugye nem Mónikáról beszélsz. Nyugtassunk meg mindenkit, hogy elsősorban nem a kedves feleségedről van szó, hanem a kutyáról. Szóval... ez a tanulmány nagyon érdekes, azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy kivel költözöl össze, ugye hát szeptember van, ilyenkor mindenki koleszban megy, vagy sokan mennek, szobatársakat keresnek, albérletben laknak, összeverbuválódnak ott idegen emberekkel, hiszen van, akinek mondjuk nincs pénz egyedül albérletet fizetni, és ma már megy ugye ez a társbérleti dolog, hogy beköltözik melléd valaki. És megállapította ez a tanulmány, hogy amilyen a te kis szobatársad, átveszed a te szokásait, és elkezdesz olyanná válni. Azok, hogy mi még mit vettünk át egyébként egymást, hogy mi, mert az immár lassan nem vagy szobatársak vagyunk, napi 6 órát töltünk együtt, 4 plusz 2. Cellatársak. Egyrészt cellatársak, mert rácsor az ablakon. Kettő, hogy azért mi tényleg, tehát azért napi 6 órát együtt lenni folyamatosan valakivel, mert ugye fél óra műsor előtt, jó, az még nekem 2 perc a műsor előtt. De nektek. Pont elég neked, hogy fölpörög. Igen, és utána még azért ugye 11-ig délig, tehát ez egy masszív napi 4-5 óra. Hogy megvizsgálták azokat a szobatársakat, akik ugye együtt laknak, és megnézték, hogy a szorongóvá lett, ha piás szobatársad van, akkor te is piálni kezdesz, ha a domináns valaki, akkor nem akarsz elnyomottá válni, hanem elindul a veszekedés, a diétázik melletted valaki, elkezdesz te is diétázni, tehát ugyanúgy viselkednek állítólag az emberek, ha összeköltöznek, mint amikor ugye te magadtól indítasz el valamit, vagy valamilyen, és valaki elkezd rád hasonlítani. Az miért van, hogy egy nem alkesz meg egy alkesz összeköltözik, akkor biztos, hogy az a vége, amit te mondtál, hogy elkezd inni a nem alkesz. Tehát, hogy miért nem az van, hogy az alkesz leteszi az italt? Hát? Ugye, hogy ő az erősebb? Érdekes. Tehát azt fogja elvinni a balhét?
Érted, hogy csak negatív dolgokat soroltál föl, tehát egy alkesz, nem alkesz összeköltözik, a nem alkesz kezd inni. Azt mondja, hogy ha például egy nagy ivót kapsz párnak, akkor a kutatások szerint valószínűbb, hogy mi is elkezdünk majd sokat inni, amikor a másik iszik, iszunk mi is. Tehát iszunk vele. Ebben mondjuk sok meglepő nincs, az érdekes inkább az, azt mondja a kutatás, hogy dohányzás, drogozás és szexuális szokások kevésbé hatnak a viselkedésünkre. Tehát, hogy és mint a szerencsejáték, tehát azt se kezdjük el, de az ivást például állítólagosan elkezdi az ember. Tehát arra van egy hajlam, hogy te is elkezdesz inni. Olyan szépen iszik ez a Zoli. Olyan szépen iszik ez Zoli, te is elkezdesz inni. Igen. Hát figyelj, nézzük csak. Azt mondja, hogy Feri elkezdett futni, te meg már csak 3 hetente borotválkozol. Na, ki volt rátok hatással? Köszönjük, János. Én azon is agyaltam, hogy én amikor kollégista voltam, mi 24-en voltunk egy szobába. Nem szóltak nektek, hogy a tornateremben laktok? Hát igen. Jól átláttak benneteket. Ott volt hely. Egy barak kollégium. Igen, 24-en voltunk, a Batonyai Mikes Kelemen szakközépiskolai és gimnáziummal szembeni kollégium. Az régen, elárulom nektek, állítólag istáló volt a fáma szerint, és abból ilyen nagy termeket alakítottak ki, emeletes vaságyak egymás mellett, 24 ember. Na ott kitől kapsz dolgokat. Tehát azt kaptuk az alkeszt, az biztos, tehát ez át is ütött. A nagyszámok törvénye van, biztos volt. Ez meg van, a 24-ből szerintem 20-an pirgyeltek már a kollégiumban is, tehát azt elkaptuk. De hogy 24 emberből ki a dominánsat választott példának magad elé? A domináns az érdekes, ott a lányoknál állapították meg, inkább a csajoknál működik ez, hogyha domináns csajok lágyabb csajokkal kerülnek össze, akkor hajlamosak a dominánsok is lágyabbá válni. Ez a férfiaknál nem jellemző. Tehát, hogy van egy domináns, akkor ott elkezdenek vele rivalizálni, vagy akkor mindenki meg akarja mutatni, hogy ki a falka vezér. 24 emberből, hát ott szerint, hát nagyon az nagyon kemény. Ott nagyon átveszel mindent. Hát nem mindent szerencsére nem vettünk át, mert volt 2 ember, aki gyakorlatilag egy évben egyszer tusolt, tehát amíg mi találkoztunk vele, nyáron valószínűleg és hétvégén otthon nem szerette, tehát ezt a részét nem vettük át. Ténylegesen bejött vasárnap este, pénteken hazamentünk délután, és egyszer nem láttad a tusolóban. De egyszer. Úgyhogy ezt nem vettük át, azt tudom, de... Inkább szól az ember, amikor így valaki olyan arra, hogy összeköt, hogy így nem zuhanyzik, igen? Hát, csak ő alszik az alsó ágyon, mert ugye a meleg levegő felfele száll, és... Hát na ez az, és akkor te fölül érezted. Egyszer ki is vittük őket megfürdetni. Uh-huh. Mind a kettőt. Az jó. Azt nem vettük át. Nekem is volt egy ilyen osztálytársam, aki egyszer eljött egy 3 napos osztálykirándulásra egy alsónadrággal. Ennyi volt. Voltan egy ilyen kis szatyor, hát és volt egy alsónadránk. És így ennyi. És úgy megvolt. Az övé volt? Ráadásul meg. Vagy lopta valakitől. Na most tényleg nézzük meg. De őszintén. Jó. Hány éve dolgozunk együtt? 7. Nem ebben legyünk őszintén, mert ebben nem tudunk hazudni. Jaj, 7. Őszintén, ne hazudjunk egymásnak, hány éve dolgozunk együtt. 2007. 7 éve. Hát itt vagyunk most már 5 éve, és előtte másfelet dolgoztunk együtt, akkor mondjuk 6. 2009. januárjában kezdtünk. Így nekem. Megvan még a szerződésed aláírva. De ugye 2009. januárjában ültünk össze. Nekem fogalmam sincs. Nekem ez így, ez egy hogy hívják? Hűlsz már picit. Mit? Nem, ez már egy akkor nekem, nekem egy föltörténeti korszaknak tűnik. Ugye 2009. január 5-én volt, egyébként az első megszólalás. Még talán erősen viszont január 5-e volt, viszonylag hosszú karácsonyon. Na, akkor mennyi? 5? Akkor 5. 5 és fél. Azt hittem hosszabb. Kicsit lassabban megy az idővel. Nem, 7-8 évnek érzem körülbelül. Nekem még a régi rádióban töltött idő tűnik hosszabbnak, mert ez 5 éves most ugye a Klassz FM, tehát azt már itt együtt töltöttük, és csak fél évet voltunk a Danubiusban. Hát figyelj, mi olyan, valahova megyünk, az megszűnik, úgyhogy ott nem voltunk túl sok. Nem. Hát ott voltunk ugye januártól októberig, amíg meg nem szűnt. Mi előtte ott voltunk a Rádió DJ-nél, megszűnt. Elmentünk a Danubiusba, gyorsan megszűnt. Bizony, egész jó bírja a Klassz. Ez most itt egészen jó. Egészen jó. Komolyan, már egyébként itt vagyunk, és még nem szűnik. Mi ahova megyünk, az a rádió általában előbb-utóbb megszűnik. Na, de most őszintén tessék, ki mit vett át a másiktól? Ki mit kezdett el? Amiben nincs vetítés. Én elkezdtem miattat, hogy ha valóban működik ez a kísérlet. Itt ül 3 ember. Ugye vannak csajok, akik így jönnek, mennek körülöttünk, de 3-an ülünk itt, ugye mindig. Én már rohadtul néha unom néha, de itt ülünk néha. Ugye? Hát ez nincs nyilván. Ne, de ti is. Na jó, nem mondja, ugyanúgy untok engem, meg a hülyeségeimet, meg a teniszemet. Tehát azért ez benne van. De ettől ez egy ilyen családi élet, hogy ezt néha hallják, hallgatók. Ez nem baj, ezt lehet vállalni. Tessék, ki mit vett át? Én 2 héttel ezelőtt elmostam a poharamat, a kávésbögrémet, mert arra gondoltam, hogy Jani mindig eltakarít maga után. Elindult el egy úton, Feri. De nagyon gyorsan megálltam, mert rájöttem, hogy minek, mikor Jani úgyis elmossa az enyémet is utána. Ez volt a legtöbb, után. Amit átvettél, hogy elmostál egy poharat? Vagy nem vettél át semmit? Hát a futás, de hát azt már megmondtad. Azt úgyis abban.
De jó, de egyelőre csinálom. Igen, ez az, hogy jó, fasz, ha engedem, ha jó, engedem, futsz két hétig, és aztán jön a télet, inkább bedobsz egy kacsát a sütőbe, érted? Nem jobbat? De az megvan most is. Gyerekek, nem vettünk át semmit egymástól. Nem sok mindent. Nem á? Nem. De szerintem ez jó, mert ez azt jelenti, hogy azért többé-kevésbé kerekek voltunk már akkor is, amikor összejöttünk, meg hogy amikor mondjuk elkezdtünk egy csapatot alkotni. Tehát, hogyha most mind a hárman elkezdenek hasonulni a másikhoz, vagy egymáshoz, akkor az rettentően unalmas lenne. De én például, amikor idejöttem, akkor te szörnyen öltözködtél. De most... De mi változott? Tényleg? Mondom ezt. És szerintem te elkezdtél öltözködni. Ő letanulhatta. Nem gondolod, nehogy is, nem gondolod, hogy nem hiszem, hogy tanultad, hanem hogy de akkor te ezekben a korzakó, ilyen tehát erre gondolom. Tudom, a könyökvédős korzakó. A könyökvédős korzakó. Nem is volt rajtuk könyökvédő. Volt rajta. Ilyen nemecsekernős. Csak kikönyökölted és nem mosod. Ilyen kicsit ilyen nemecsekernős, ilyen korzakó, halálfejes gyűrű, bőfarmer, veszkó bakancs. Nagyjából ez voltál te. Aha. És most nézd meg! És aztán félrehívtad, hogy... és mondtad neki, hogy csomószor együtt mutatkozunk, légy színe. Légy színe, nem bírok így bejönni reggel. Janival nem tudtam zöldágra vergődni. Legalább te, Feri. De ne, most csak komolyan, tehát ezeket ki lehet mondani, nincs ezzel baj. Tök jó, elkezdtél öltözni. Mm-hmm. Tehát kicsit ilyen olaszosabb. Kicsit olaszosabb, kicsit dizájnosabb dolgokba jársz. Nem, ez például egy átvett dolog, ami tök jó. Aha. Nem? Ahogy például én egy csomó kajára azért kezdtem odafigyelni, mert te főzöl, és kipróbáltam néhány dolgot, még mindig azt a rohadt céklacsipszet. Igen, még a céklacsipszet kicsit benned van három éve. Mindig azt a rohadt céklacsipszet akartam megcsinálni, de nem tudom megcsinálni. Na, tőled átvettem-e valamit? Igen, például. Hát tőlem szerintem egyértelműen mondjuk tanultál még a Guns, meg a, hogy hívják, meg a Rainbow mellé, meg legalább két vagy három rockzenekar neve. Amiket ugye nem hallgatsz, de igen, de nem őket tudom. A név az megvan. Ennyi? Gyerekek, hát akkor nagyon-nagyon önálló személyiségek vagyunk, a többet egyébként nem. Azon, hogy tőled átvettem-e valamit, vagy rám ragadt-e valami tőled? Hát a rendmániája nem ragadt át, az biztos. Nem. Ahhoz, hogy nem nyúlunk más túrós... Miért vette volna át? Meg lehet, hogy megcsinálom helyette. Sokkal kényelmesebb, hogy megcsinálom helyette. Miért vette volna át? Gyűlölöm, hogy rendet raksz az asztalomon. De komolyan mondom, gyűlölöm. Iszonyatosan szeretem, hogy káosz van, amikor ti az Annával rendet raktok. A zseni át napokig keresem, hogy mit hova raktam. És bejöttök, és ilyen teljesen önkényes módon nekiálltok rendet rakni az asztalomon. És ezt így nem értem. Jó, ha ki van egy mézsepp. Soha nem nyúltam még az asztalomon. Tehát néha rendet az asztalodon, akkor ott egy önálló ökoszisztéma alakulnak ki. Figyelj, abban is megvan. Aki már látta Balázst kibontani egy bármilyen élelmiszeres zacskót, hát az azt a pillanatot nem felejti el soha. Megfogja össze két kézzel, nem megy, ráharap szájjal, és aztán egyszerűen is és minden szana szia. Kivesz belőle kettőt, nyom, és a többi ott marad. Szerintem te például tudod, mit vettél át tőlem? Te nagyon sokat késtél régen, meg te egy ilyen oda nem érős ember volt, és tudod, hogy én azt például utálom. Igen. És amikor együtt vegyünk valahova, vagy együtt van valami, vagy időre kell mennünk, akkor észrevettem, hogy az utóbbi pár évben te abszolút mindig ott vagy. Én mondjuk nem szeret, gyűlölök elkésni. Kevés, tehát megőrülök, megyünk valahova Vikivel, és késésbe vagyunk, kész vagyok. Gyűlölök elkésni. És te sokat pontosodtál például. Melóból nem nagyon szoktam késni. Nem, mert most nem ebből, hát nem a reggelből, hanem hogyha utána megyünk valahova. Tehát így bepontosodtál. Igen. Komolyan mondom, tehát így egész jól lövöd benne. Ez nyilván nem azért, mert most miattam, de hogy... Szóltál neki ezért? Tehát ezt elmondtad, amikor annak idején mentetek ketten egy forgatásra, akármi, akkor te mondtad, hogy nem, Jani hát külön mentünk, megint. csak a Jani mondtam, hogy Jani, igen, hogy gyere, aha. 8, mondom 8. Még egyszer 8, érted? És az sokkal pontosabb lettél. Igen, azon gondolkodom, hogy még mit. Igen, azt hiszem, hogy azt viszont tőlem tanultad meg, hogy érdemes odafigyelni a devizár folyamatra. Igen. Azt hiszem, megtanított. Eleinte csak ment a cinkelés, aztán meg hogy nem. Egyszer csak. Bevezettél a keleti mellett valutázók világába. Igen, nem, hát nyilván az ember egy csomó minden tanul, igen. Na, hogy látod, Anna? Hello. Hello. Én a rendmániás voltam eleve, de én hát a, azt én neked sokat, nem kellett tanulni, sokat igen. De azért fejlődtem benne, mert sokat fejlődtem benne a Jani hatására, mert a kávégépet most már én ápolom. Tehát én átvettem ezt a stafétabotot a Janitól. Mondjad, ha nincs így. Minden ne, reggel én ápolom. Igazad van, és szerintem ez egy olyan folyamat, hogy a vége például az lehet akár, hogy néha kávét is veszel.
Azt még odaig nem jutottam el. Jó, de szép, de szép. Na, én erre gondoltam, gyerekek. Kezdjük már el őszintén kimondani, megy itt a nagyon helyes udvarias keresztet. Figyelj, rohadtul megtanulhatnád tőlem, hogy vegyél már egy kiló kávét. Igen, most ahogy rohadtul megtanulhatnám én is, és miért nem mondjátok ki? Hát én is jó, mondom, hogy rohadtul megtanulhatnád, Bali, hogy azért amikor az... veszel magadnak otthon egy liter tejet, vegyél még egyet, mert azért azt egy szívesen megiszod. Sőt, amikor elfogy, én magamra annyi mindent tudnék mondani, nem tudom, miért nem mondjátok, hogy amikor azt mondom neked, Jani, hogy ó, nézd, elfogyott a méz, és ezt a mondatot nem úgy fejezem, hogy majd holnap hozok, akkor mondhatnád, hogy megtanulhatnád, Bali, hol lehet mézet venni például, ugye? Tehát, hogy ezért, mert hogy a múltkös azt mondom, Jani, elfogyott a méz. És a Jani mit mondott? Jó, hát akkor holnap. Gyerekek, miért nem mondjátok ki, hogy figyelj, Bali, elfogyott? Az tök jó. Na, akkor most gyere le velem, megtanítom, hol kell venni. Ahogy én is elmondom neked, hogy figyelj, a 8 óra, az 8 óra, nem fél 10. Hát ezek tök jó. Fejlődni kell, mert azért az nonsense, hogy bemegyek a hiperbe, megállok a kávé előtt, tudom, hogy nekem mi a kedvenc márkám, és akkor így ránézek a márkák, és látom, hogy van egy ilyen milánói stílusú. Hagyjál meg, Feri, és bedobom a kosaramba. Érted, és behozom. És na, azt isszuk, mert az olasz szereti a csávó. Na, de ez egy ilyen terápiás beszélgetés, és ezt akarom veletek kimondatni, hogy azért lehet a másiktól olyan dolgot megtanulni, amit nem tanult meg. Például nem tanultál meg kávét venni. Én nem tanultam meg kávét, de én fejlődőképes vagy, tehát nekem komolyan, hogyha azt mondom, hogy holnapra kell, akkor én hozok, de neked azt mondjuk, hogy holnapra hozzám mézet lesz, méz itt? Nem. Na ez nem, a baj. Tökre nem. Na ez teljes, a baj. A Jani viszont nem. Azért hoz, mert ő meg szeretne holnapra, tehát neked el kell mondani sokszor. Na de azért, megmondom azért, neked őszintén. Na mégsem mehetünk el veled a boltba. Hát attól nincs méz, na de mert elmondom 50-szer. Nekem egyszer azt hárman, hogy Bali, addig nem lesz méz, amíg te nem hozol, és nézzétek meg, hogy lesz-e az, amit kértek. Aha. De bennem kicsit ezt nyomatékosítani kell. Na ezért megyünk inkább biztosra. Behetes, hogy ebből a megszorásból is én jövök ki rosszul. Én még szeretnék én, aki ebben provokálom az ezt az egész beszélgetést, hogy egymással kimondjuk, megint kijön, hogy ti a mennybe mentek, én a rohadék, aki hagyja ilyen hallja a stábot. Nem hozol mézet. Valóban nem. Valóban nem, mert nekem ezt kicsit többször kell nyomatékosítani. Mm-hmm. Ezt én mondjuk megtanulhatnád, tőled se. Tehát tőled nem. Nem. A Jani precizitás. Jani. Ő a Jani a legprecizebb ebben, ez így van. Tehát abszolút. De én fejlődőképes vagyok abszolút, azt gondolom magamról. És ha adunk pénzt, akkor hozol? Nem pénzkérdése ez, ez figyelmetlenség a részemről. Aha. Hát az egy akkor önkritikát, most Balázs mondja, hogy legyünk őszinték. Ez nem pénzkérdés, hogy veszek egy kiló kávét, hát hál' Istennek azért meg tudom venni én is. Nem, figyelmetlen vagyok. És kinyitom a szekrényt, és ott van benne, amit a Jani hozott. És akkor olyan jó föltölteni vele a gépet. Azt mondom, hogy megint meg vagyunk két hétig. De tényleg így van. A Laci hozzá általában a tejet. Én ennyi. Például azt tanultam meg tőled, na, hogy tessék. Nem kell hozni semmit például a nyaralásról. Észrevetted, hogy egy darabig, amikor voltam Törökországban, minden egyes csajnak hoztam egy kis kendőcskét. Na, most megint én leszek a rohadék. Tudod, mit gondolok? Ez? Például, igen, nagyon ezt jó, hogy mondod. Tőled. Nyaralásról hozott ajándék. Szerintem tök helyes. Szerintem ez lehet, hogy így van. Uh-huh. Szerintem tudod, mit gondolnak az akkor emberek? Akkor nézd meg azt a papírdobozt felé, mivel gyűjtjük az ajándékainak. Az mindegy, de én undormány ilyen tranzitban vett szörnyűségeidet, amivel eljátszott, hogy gondolsz rám. Sose vettem a tranzitban semmit is. A sörös kendőke. Például erről is azt gondolom, hogy sokan ezt egy álszen dologként csinálják, és egyébként belül azt gondolják, hogy rohadtjuk 10 embernek megvenni. Rohatnyug, mert nem a barátaidról van szó, és nem a családtagról, hogy az anyádat megleped egy Görögországból hozott, nem tudom, üvegúzóval, hanem ott van még a Jocó, a Jocónak nem mozog, ott van a Gabi megsértődik, és átadom, ott van az Ákos. És tudod, mit csinálsz? Belemész egy ilyen hülye, ilyen kötelező megfelelési ajándékvásárlás kényszerbe, amit te csináltál az elején. Örömmel tessék hoztam. Zsű, tessék izé, de nem a net lehet a számodra volt még elképzelhetetlen, hogy én örömmel hoztam. Ha örömmel hoztad, miért álltál le róla? Azért, mert megtanultad. Nem, megtanultam, hogy így álszent ajándéknál jobb az nem, őszintén semmi. De ez enyém nem volt. Nem volt álszent, tényleg. De tudod, mégis leálltál tudod, róla. Tudod, mit láttam? Azt, hogy leteszem eléd az ajándékot, aha, pff, és így eldobod oldalra. De tényleg rohadjatok fel. Tényleg rohadjatok meg, hogy én hozom a témát, bedobom, és az volt, hogy hárman felmentek a mellette, és a személybarázs, aki nem lesz semmit, nem örül az ajándéknak, egy rohadt gané, ez nem így van, gyerekek. Rájöttetek, hogy egyszerűen nyűg, és jobb az őszintén semmi, és egyébként mindegyikötök átvette az őszintén semmit. Ez persze azért vettétek át, mert nem. Én nem örülök neki, nem? Is azért nem. Vettétek át, mert rájöttetek, hogy igazam van. Én mást vettem át, és mást tanultam meg, és tényleg te tanítottál tudom, meg, és ez a hetenképi vagyok. Egyszeri fürdés, most ne. Miért, büdös a lábam? Na, jó. Még akkor osszatok egy kicsit, jó? Nem. Csak mondom, egyikötök se hoz azóta ajándékot, mert rájöttetek, hogy nem is hoztak. Én nem tudod, mi... Na, bocsánat, hogy mondjad. Arra tanított meg Balázs, hogy én régebben, mindig amikor hoztam neki valami figyelmességet, és utána pedig azt láttam, hogy nem viszi haza, megsértődtem. És arra tanított meg, hogy rohadtul nem érdekel, másnap hazaviszem. Tehát
De tényleg, egyébként behozom, és azt látom, hogy két napig az asztalán van, utána valamikor utána kérdez, hogy de fia, hol van az, amit a múltkor ez a... És akkor mondom neki, semmi, ott hagytad, nem kellett, hazavitte. De régebben félig sértődtem rajta, és nagyon rosszul esett. Azt rájöttem, hogy így sértődgetek rajta. Látod, kell neki, elviszi, nem kell neki, nem viszi, hazaviszem, majd örül neki egy gyerek karácsonykor. Én ha kapok valamit, leteszem az asztalra, Ferihoz néha bort, leteszem az asztalra, két nap múlva ott van, leteszem, és utána rájövök, és elviszem. Tehát ez nem arról van szó, hogy nekem az nem kell, nekem idő pihente, van egy hülye szokásaim, leteszem, majd elviszem, két nap múlva elviszem. De hát ekkora tanítás neked, hogy ezzel ne idegeskedjél. Igen. Nem? De, persze, nincs ebben semmi gond. Most is előreéveztem, hogy le fog járni a szavatossága. Ahogy hívjáknak a növény alapú idézős csirkehúsnak, aztán haza is vittem. És hazavittem. Így van, és otthon dobtad ki. Két napig ott volt a hűtőbe, hogy a te borod is van, tessék, belettem, szörnyű volt, kidobtam. Így van. De nem, ez egyébként finom volt. Két napig itt volt a hűtőben. Tehát ezt nem kell fennakadni. Hát figyelj, az egy elvárás. Tehát én adok valamit, utána azt csinál vele, amit akar. Ha elviszi, nem viszi, és azon megsértődsz, akkor van egy elvárásod azzal kapcsolatban, hogy ő azzal a dologgal, hogy viselkedjen. Ezt nem, nincs baj, pihenteti, az aztán te hazaviszi. De visszatérve az ajándékra, gyerekek, igen. te se hozol már, senki nem hoz, mert... Mert karácsonyi húzásnál én azt gondolom, hogy nekem ott pattant el a dolog, hogy mondjuk ki őszintén, húztunk karácsonykor is, és mi történt belőle? Volt, aki nagyon kicsi terápiás van reggel, hogy, igen. Tehát, hogy az is úgy nem működik valahogy. Én azt gondolom, ott is, például nem vitted haza az ajándékot. Nem. Nem vitted haza, itt maradt az ajándék. Meg a dolog, az volt a baj, hogy Balázs megcsinálta azt a naptárt. Megcsinálta a naptárt, és onnantól kezdve az egy nagyon jó sikerült ajándék volt, onnantól kezdve tudta mindenki, hogy ennél feljebb nincs. Tehát nem érdemes már küszködni, hogy mivel szerezhetnék a másiknak nagyobb örömet, amikor a Balázs megcsinálta azt a kollégákkal azt a naptárt, ami szenzációsan sikerült, és valljuk be őszintén, picit fájlhatjuk, hogy csak limitált példányszámban egyszer úgy is kikerül belőle az utcára. Igen, mert jó lenne, ha kereskedni forgalom. De mit te kinek az ajándék, hogy mi volt az? Az Anettét nem vitted haza, itt állt szerintem. Az a Forbes tábla? Nem, az jó helyen van, ott az idő. Időjós házikó. Azt használod? Időjós házikó. Körülbelül annyira, mint a lábcsövedet szerintem, ami a csillagokat nézel. Azt föl kéne tenni oda a ház pokoltűzén fogok elégni. Az Anettől kaptam egy néni bácsi ilyen házikót, amit oda raktam az asztalomra, mert nekem a munkai asztalom legalább annyira fontos, és ez tök jó lesz, innap ránézek, látom, milyen idő van. Aha. Hát igen. De nem egy elvárás, hogy csinálja azt, amit nekem jó, hogy ő azt csinál az ajándékkal. Tehát nem az a jó, ha ő jól érzi magát, hogy leteszi az asztalra, akkor örülök neki, hogy ő letette az asztalra. Az egy elvárás tőled, hogy úgy kell, hogy viselkedjél, hogy nekem örömet szerezzél. Te nem azért adtad az ajándékot, vagy az Anett, hogy én utána azzal úgy viselkedjek, ahogy ő elvárja, hanem ha nekem az asztalomon jó, akkor örülök, hogy ott van az asztal. Egy modortalanságból is erkölcsi fölényel jössz ki. És az emberek elkezdenek, úgy megetheted az embereket az ideológiáidba, hogy így hallgatják az emberek, és így basszus, tényleg igaza van. És mi megyünk a mennybe, érted? És mi megyünk a mennybe. Igaza van. Én örüljek neki, hogy vettem neki, és ő nem vitte haza, sőt, ezzel is meg akart tanítani engem valamit. Köszönöm, Balázs. Te adsz valamit, és utána elvársz, hogy ő valahogy cselekedjen, akkor te elvárással adtad a dolgot. Ha te örülsz annak, hogy letette az asztalára, és azt feltételezed, hogy ő annak örül, hogy ott van az asztalán, akkor nem sértődsz meg. Tehát megint a te fejedben van a probléma, hogy elvárva adsz valamit. Hát az milyen ajándék? Letezi az asztalára, és neki ott jó, akkor örülök, hogy ott van az asztalán. De akkor meg azt érzem, hogy nem örül, de akkor meg azt érzem, hogy nem örül, ha örülne, akkor azért csak foglalkozna azzal az ajándékkal. Tehát, hogy úgy örülne neki. De hát ott marad, azt mondja, hogy jó, oda leteszem, hogy tudta, hogy rohadja meg. Fejekben van a gond. Alul értékeled magad egy helyzet, és azt mondod, rohadjon meg, nem szeret, mert nem is vitte haza, dögöljön meg, én is meg dögöljön. Nem. Szerintem nem. Nem, oké. Tehát most mi a jobb? Megfelelek neked, és azért hazaviszem, hogy téged boldoggá tegyelek, vagy valóban azt csinálom, amiért te nekem adtad, leteszem az asztalra, mert én ott minden reggel arra szeretnék ránézni, hogy ma milyen idő lesz, kicsit pöckölöm a bácsit, egy hétig ott pöckölgettem a bácsit, és a nén... hogy azért teszed az asztalra, hogy örömet szeretem. Mi a jobb? Jaj, úristen, ott hagytam a Feri ajándékát, visszamegyek, hogy nehogy megsértődjön, azt mondom, hogy nem, megmerem csinálni, hogy nem viszem haza, az az ő melója saját magával, ha megsértődik, én viszont csak holnap után fogom elvinni. Érted, hogy hát, ha elviszed, de ez ugye nem került. Hagyjatok engem békén, tényleg, ki mit tanult egymástól megint, mi jön a három szentehén, az indiai szentállat és a pokol tüzén elégő rohadék érzéketlen Balázs, aki viszont nem vizi haza a nénit és a bácsit egy porcelánházban. Nem, hanem elmondod azt, hogy nagyon szép ajándék, köszönöm, soha nem fogom föltenni a házamra, akkor mondd el. Jó, tehát akkor ti tulajdonképpen azért szoktatok le a közös ajándékvásárlásról a nyaraláskor, mert hogy én nem örülök neki. Igen. Nem azért, mert rájöttetek, hogy egyébként nem jó. Nem. Nagyon jó ajándék.
adni, nagyon jó. Na jó. Titokban a többieknek mindig hozok a játékot, csak igen, meg okay. Szabad még egyetlen egy mondatot, de én nagyon-nagyon szép dolgokat kapok ám az asztalodról. Tehát amikor ott hever valami 3 hónapig, nekem szoktod adni a Jani. Mikor reggel rendez, azt mondja, te figyelj, ez úgyse kell neki, vidd el. Mondom, kösz szépen. Örültél az aranyozott krémemnek, amit vettem neked, vagy nem? Annak rohadtul örültem. Annak nagyon. Ugye? Igen. Igaz? Így kell jó ajándék. Most azért, hogy így kell jó ajándékot venni. És annak örülsz, hogy most letörölheted a kávét? Az és ennek nagyon örülök. Köszönöm. Na, visszatérve az alaptémához, nézzük meg, ki mivel hasonlít. Szobatárs, munkahely, együttlakás, albérlet, ki mit vett át? Jó, drága hallgatók, a kis terápiás reggelünk után írjatok nekünk, hogy ti valójában átszettetek-e valamit azzal, akivel de őszintén. De igaz, hogy mind megkajáltátok, amit mondok? Ebben a legnagyobb, ebben az országban más nincs, aki úgy meg tudna mindenkit kajáltatni az ideológiájával, mint ő. A legnagyobb. Komolyan. Elvárásokon alapuló adás, az nem őszinte adás. Elmegy, és üres tekinteteket hagy maga után. Mindenki néz maga el, és próbálj meg összerakni azt, amit mondott. Adok valamit, és elvárom, hogy boldog légy. Nem igazi. Adok valamit feltétel nélkül. Hidd el, és utána azt csinálsz fel, amit akarsz. Az már a te dolgod. Ez a lényege. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:09 múlt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Terápiás péntekünket hallgatják. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Jók ezek a beszélgetések, gyerekek. Hát egy-egy látod? Cikk, és már 11-ig nem szólunk egymáshoz. Hogyha most nem vagyunk egymáshoz őszinték, akkor nem vitted volna ki ezt a doboz kacatot, amit a Feri hozott az elmúlt akárhány. Én most nem van a kocsi csomagtartó. Nem azért vittem el lomtalításon itt az utcán. Nem, hát akkor azt se viszi ki. Tessék? Ő azt se viszi ki a Balázs, tehát ő nem fog azzal törődni, hogy én ne vegyem észre, hogy ő nem örült az én ajándékaimnak. Az a kacat halmaz az ott fog elrohadni. Gyerekek, ezek terápiás jellege, jók, ezeket ki kell mondani. Hát figyelj, 6 évet együtt dolgozni nem egyszerű, nem mindig könnyű. Azt a hallgatók néha hallják, az nem baj. Hát vannak emelkedettebb, kevésbé emelkedettebb pillanatok. És azt mondtad, hogy 2 nap múlva esik le, ugye, hogy kapsz, amit nem feltétlen, de valami. Mert most ma adnék 2 palackbort, de akkor majd kedden odaadom, ezt vitt haza. Adod a verbálisan is, kedden adod, és akkor haza viszont. Figyelj, Londonból hoztam egy ilyen többszínű tollat, Ferinek is, hogy vigyél a gyereknek, szerinted elvitte, azóta ott van. Nincs oda! Fél, ott van bent, köszönöm, egy pohárban. Köszönöm, hogy végre lepattáltok róla. Mert azt itt használom, bocsi. Aha. A 4 színű tollat itt használom. Aláírásra. Mit csinálsz vele, vagy mit csinálsz? Mire használod? Alá kell írni valamit. Vedd már legalább a cellofánt, hogy valamennyire hiteles legyen. Ne, tényleg. Az a gyereknek hoztam tökre. Alakul ez. És úgy hoztam, mondom, hogy mi direkt olyan dolgot hozok, aminek a gyerekek örülni fognak, mondom. Hú, 4 színűtől, az mennyire menő volt annak idején. Ez nem 4 színű, legalább 6 színű. De kicsik voltak. A tetején ott van a kis oroszlán, a londoni olimpiának ugye az emblémája, és akkor és azóta mi van a gyerekekkel? Megrekedtek egy szinten, de vagy nem tanultak? Kicsit nőttek. Igen, már. Igen, most még... már túlhaladtak rajta. Mert tudod... Jaj, a tól ne. És a gyerekek már érettségiznek. Ne tudod, mire tartogatom? Jövőre megy a panna iskolába. Aha. És akkor fogom. Villan majd egyet a 4 színűtől. Apa, ezt 2 éve majd, őrzi a majd szíve csak fölött. A Jani bácsitól kaptad. Igen. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Anyósom minden hónapban átveszi a nyugdíjat a postástól, 1 éve már én veszem át. Ezt Gandhi küldte nekünk. 5 éve hallgatlak benneteket, 4 éve már a barátaim is. Rossz szokás, de szeretjük, kösz. Gandhi küldte nekünk. Mióta albérletben lakom, a barátnőm elragad rám a lustaság, a depresszió és a pesszimizmus. Előtte állandóan jókedvű és pörgő személyiség voltam, a hülyeség könnyen ragad ide be. Ez volt az alapfelvetés, amiből a cikk egyébként kiindult, hogy szobatársak, kolesztársak, albérletet közösen bérlők mennyire veszik át egymás szokásait. Aztán megbeszéltük, hogy mi mennyire vettük át egymás szokásait. Mióta az anyusom hozzánk költözött, megtanultam, hogyan lehet valakibe mindig minden esetben belekötni. Kösz, anyuka. Vejed Bazsi. Igen. Kollégámtól Mikulásra kaptam egyszer egy hamutálat, pedig nem dohányzom. Én pedig vettem neki emiatt egy tisztálkodási csomagot, mert ő meg nem fürdik. Jobb adni, mint kapni, nem? Kérdezi egy hallgatom. 11 éve élek a francia buldogommal. Már én is röfögve lélegzem, és a lábammal vakarom a fülemet. Sziszi küldte neki. Feleségül vettem egy dagi nőt. Most már én is dagi vagyok. Írja a teszt. Anyám napi szinten takarít 20 éve. Próbálom ránevelni, hogy elég hetente egyszer. Eddig eredménytelenül írta nekünk Spike. Balázs, ezeket nem érdekli, mit mondasz. Vegyél nekik valamit, és lépj le onnan. Hát csak az ajándéket csináltuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.